Szeretettel köszöntünk mindenkit a mai estén. Folytatjuk a Vedanta Sutra sorozatunkat. Egy udvarias kérdéssel kezdem, hogy van, aki először jött. Jó, mert akkor mindenképpen úgy kezdjük el, jó, hogy be lehessen kapcsolódni a témába, hogy a 7. vagy 8. este foglalkozunk vele. Jöjjön akkor az első kép, nem is húzzuk az időt, hiszen a végtelenség tudományát végtelen ideig lehetne végig beszélni. Most azonban egy másfél-két óránk van arra, hogy egy komolyat lépjünk a témában előre. Tehát egy olyan kérdés fölvetésnél tartottunk a legutóbbi alkalommal, hogy bármilyen formában az abszolút, amit szanszkrit nyelven Brahmannak hívunk, az definiálható-e? Tehát meghatározható-e valamiképpen a Brahman úgy, hogy mi voltak éppen a fizikai testünkben élve, az empirikus fizikai érzékeinkre hagyatkozva, megpróbálunk valamit befogadni vagy érzékelni ebből. És nagyon komolyat haladtunk előre, ott hagytuk abba ezt a gyönyörű témát, hogy voltak éppen, ha szeretnénk meghatározni a Brahmant, ezzel a képpel fejeztük be legutóbb, akkor három szanszkrit fogalommal vagy szóval körül tudjuk írni. Voltak éppen az első pádája, első része a Vedanta Sutrának ezzel a három szóval foglalkozik. De kevesen tudják, hogy a Bhagavad Gita-nak mind a 18 fejezete ezzel a három szóval foglalkozik. Ugye a Gita-ban az első 6 fejezet foglalkozik a Sat, az örök lét tudományával, a középső 6 fejezet foglalkozik a Chit, az abszolút tudatosság tudományával, és az utolsó 6 fejezet foglalkozik az Anandával, üdvösséggel vagy boldogsággal. Tehát egy hihetetlen finomságú témáról van szó. És talán ismeritek azt a fogalmat néhányan, amit úgy hívnak, hogy prasthana traja, tehát a hármas felvetése vagy felosztása a védikus tudománynak. És ez a Vedanta Sutrát, az Upanishadokat és a Bhagavad Gita-t jelöli elsősorban, illetve hát egész pontosan. És összehangzó ez a három mű, mind a három esetben a felsorolt három dologról kapunk tudást, hiszen mindegyik mű, amiről most beszéltünk, az abszolút utáni kutatást tárgyával foglalkozik. A nehézséget az okozza, hogy az ember nem tudja saját erejéből, legalábbis útmutatás nélkül megfelelő módon tapasztalni a legfelsőbbet. Ezért egy olyan útra indulunk, amikor a Vedanta Sutrát tanulmányozzuk, hogy voltak éppen a fizikai testben létezve, de filozófiai műveltségre vágyva el tudunk-e jutni egy olyan lelki gyakorlatos élethez vagy szemlélethez, aminek az eredménye, hogy eszközeink lesznek a legfelsőbb megértésére, aztán pedig megvalósítására. No hát akkor voltak éppen kezdjük ezt a kalandot, mondjuk behangolhatnánk egy Bhagavad Gita verssel, aminek a szanszkrit szavai is jelentősek, ezért most kivételesen azt is fel fogom olvasni. Yoga yukta visuddhátmá vijitátmá jitendriya sarva bhutána bhutátmá kurvanápi nalipyate, vagyis aki összekapcsolódott a jogában, elméje tiszta, testén uralkodik, legyőzte az érzékeit, és akinek önvalója valamennyi lény önvalója, magyarul így minden lény iránt részvétet érez, még ha cselekszik is, tetteibe sohasem bonyolódik bele. Tehát amit mi mindenképpen az út lényegének tartunk, azt az a szanszkrit szó foglalja össze, hogy yukta. Ha valahányszor azt olvassuk, hogy yoga yukta, az azt jelenti, hogy az érdeklődő, vagy küszködő, vagy már az úton haladó ember egy alacsonyabb szintről felkapaszkodik, összekapcsolódik egy magasabb szinttel. Tehát az a fantasztikusan kifinomult ebben az ősi védikus módszerben, hogy az ember önmagától lelkesedik. Ugye eleinte az ember az értelmével keres kutat, és bizonyos könyvek vagy személyekkel való társulás lendületbe hozhatja, és akkor megkezdi a saját lelki életét vagy szuverén kutatását. De csak akkor nem hagyjuk abba, csak akkor nem hagyod abba, hogyha valami ezen a benső ösvényen vagy úton történik. Ha nem történik belül semmi, akkor az ember annyival valóságosabbnak tapasztalja a külvilág érzéki élvezhetőségét, illetve a nyomort, a problémát, a gondokat és a küszködéseket, amit a mindennapi élet tartalmaz, hogy érettebb korunkra, még hogyha lelkes fiatalok voltunk is, gyakorlatilag kifulladt bennünk ez a vágy. Valami emlék maradt, hogy amikor fiatalok voltunk, ez érdekelt bennünket meg. Jó lett volna magasztosabb eszmények szerint élni, de mivel semmi nem válik valóra belőle, maximum esetleg behajózunk valamilyen vallásba, de ott meg egész életünkben rettegünk, hogy kiderül, hogy nincs igazsága. A vallásos emberek legfőbb félelme, hogy egyszer kiderül, hogy amiben hisznek, az nem létezik. Vagy nem úgy létezik, ahogy hisznek benne. Szóval rendkívüli szorongás csak vallásos embernek lenni. Igazából az ember görcsösen próbálja tartani magát az eszményeihez egy csomó lemondás meg szabálykövetés árán, vajmi kevés reménnyel abban a tekintetben, hogy tapasztalhat is valamit. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy
hogy kegyelem nélkül semmi nem megy, tehát nyilvánvalóan, ha valaki kellően kitart, akkor egyfajta segítségben részesül, és ez értelmi természetű. Ez az, amit Európában nem preferálnak kellőképpen. A kegyelem első érkezése az, hogy a lelki felfogó képesség megváltozik. Hiszen ha valaki egy színvonalas vallásban keres és kutat menedéket a maga számára, akkor azt mondhatnánk, hogy erkölcsös emberré válik, tehát morális emberré válik. Mivel erkölcsös ember, ezért csökkennek a karmikus visszahatások. Egy kicsit könnyebbedik az élet. A külső világ nyomása enyhül az ember elméjén, érzékein és az egész életén, majd mindjárt vesszük ennek a részleteit, és ennek a következménye, hogy energia szabadul fel. Mivel nem érzéki az ember, hiszen legalább a vallást elsajátította, tehát pontosan tudja, hogy nem arra akarja fordítani a szabadidőt, most egyszerű szavakkal mondom, mint általában a fáradt, szenvedélyes emberek, hogy hétfőtől péntekig őrjöngve dolgozik, hogy felhalmozza a javakat. Ugye ismeri mindenki ezt a felfogást, hogy szombat-vasárnap valamivel szétüsse az elméjét és a tudatát, ezt hívja élvezetnek. Hát ennek nagyon borzasztó ára van, mert hétfőn megint csörög a vekker, és még frusztráltabban kell belevetnie magát ugyanabba az őrületbe. És a lelki ember ezzel szemben a felszabaduló időt nem empirikus érzékkielégítésre használja, hanem valahogy elkezdi érezni, sejteni, hogy ő maga egyéniségében alkalmas a kutatásra. Ez nem egoizmus. Ez egy belső érzet lesz, ami azon alapul, hogy él bennünk az örökkévaló lélek. És ne felejtsük el, hogy ez kikezdhetetlen lény. Illúzióban nem a lélek van, hanem az a személyiség, akit pillanatnyilag magunknak hiszünk. Tehát ha elvékonyodik ez a durva illúzórikus réteg az ember körül és az emberben, ugye mert van durva fizikai testünk, ezt nyomja a külső világ állandóan. Vágyak és szenvedések formájában sakban tartja a testünket. És van egy belső világunk, a mentális vagy asztrális világunk, aminek meg az a drámája, hogy ugye a saját szorongásaink és óhjaink, vágyaink meg mentálisan és emocionálisan tartanak fogva bennünket. Ha valaki kellő gyakorlatot szerez valamilyen formában, és ez lehet egy bármilyen komoly vallás, egy krisztusi út például. Abban a tekintetben, hogy nyilvánvaló, hogy valami másnak is lennie kell, azt fogja tapasztalni, hogy mind a külső, mind a belső nyomás csökken. Mivel nem él vissza a hirtelen, idézőjelben a hirtelen, megérkező szabadsággal, egy pillanatra, mint a fuldokló az óceánban végre a levegőhöz tud jutni. És az a lelki szippantás, ez a valóságnak a levegője vagy pránája lesz, és a következmény, hogy valahonnan belülről érezni kezdi, hogy amit keres, az nem a külső világban van, és nem moralizálva fogja ezt megállapítani, hanem saját magában. Ez egy óriási fordulat. Tulajdonképpen egy picit így haladja meg a vallást, hogy megnyugszik abban a tekintetben, hogy amit lépésről lépésre tapasztalni kell, az én bennem van. Tehát magyarul lehet, hogy nem vagyok róla tudatos, minden emelkedett szintről, de arról már igen, hogy ez mind az embernek nevezett lényben, tehát az én saját létformában tapasztalható. Tehát legalább az a nyugtalanság elmúlik, hogy hol a csodába kell keresni azt a lényt, aki felé elindulunk. Most a Vedanta Sutra rendkívüli érdeme, de sorolhatnánk ugyanígy a Bhagavad Gita-t is, hogy minden köntörfalazás nélkül, amit ő Brahmannak vagy Átmannak hív, vagy nevez, arról mindig el is mondja, hogy hol található. És ugye egyre, ahogy haladunk előre, egyre komolyabb eszközök állnak majd a rendelkezésünkre, hogy mindezt tapasztalni tudjuk. Ha megnézzük a pszichológiáját annak, hogy mi történik veled, vagy mi történik velünk, ha ez a fajta előbb említett fölismerés bekövetkezik, erre is idézhetünk egy verset, itt nem olyan fontos a szanszkrit, bár az, hogy Brahma jóga jog, tehát már az megint magáért beszél, hiszen az abszolútta való jóga általi összekapcsolódásról van szó, így hangzik. Akik többé már nem vonzódnak a külső érzéktárgyakhoz, az önvalóban találják meg a boldogságot. Ezután az önvalóval összekapcsolódnak az abszolút, a Brahman jógájával határtalan boldogságot elérve. Általában ezt a verset nem így fordítják a Bhagavad Gita-ból, mert minden irányzatnak van valamilyen vallásos háttere. Emiatt bár ugye mindenki azt írja, hogy az ő tolmácsolása, a fordítása vagy magyarázata a hiteles, de már nagyon-nagyon régen csináltak olyan Bhagavad Gita fordítás, ami egyszerűen tartja magát az eredeti jelentéshez. Ugye? Tehát, hogyha szigorúan vesszük a dolgok jelentését, akkor azt tapasztaljuk, hogy az illető azért fordít hátat a külső világ anyagi gyönyöreinek, mert frusztrálja, hogy nem hoz végleges boldogságot, túl intelligens ahhoz, hogy mindig erre tegye fel az életét. Másrészt viszont már a nyugalom is gyönyör. Nem tudom, hogy osztoztok-e velem, aki nem annyira fiatal, hogy tényleg tinédzser,
Így van, hogy néha azt mondja az ember, egy pici béke, csak egy kis nyugalom, ha lenne, igaz? Tehát azért fantasztikus ez az út, mert az első célnak teljesen nyíltan pont ezt a megnyugvást, ezt a békével telített elmeállapotot, Sántaraszának is hívják, ugye a békeség íze vagy benső hangulata, amit érdemes, vagy díranúgának másként, a józanság. Ebben a körben is mondtuk, hogy Indiában a templomokat emiatt hívják mandírának, mert a man azt jelenti, hogy elme, ugye a manasszóból, a díra meg azt jelenti, hogy józan szemlélődő. Tehát egy hely, ahol az elme lecsendesedik a szemlélődés által. Ezt vette át a latin. Ugye minden vallás Indiából jön, hiába mondanak bármit, még a krisztusi is, mert a latin kontempláció szóban simán megtalálod a templom kifejezést, és világos dolog, hogy egy olyan helyről van szó, ahol valaha valamikor szemlélődtek, és nem rituációkat végeztek csak, ahol tényleg megnyugodtak, ahol megpróbáltak átlépni egy másik dimenzióba. Keresztény nyelven a Krisztusba, Indiában a Buddhába, a Visnuba, de mindenki tudta a régiek közül, hogy tudati dimenziót kéne váltani, és ehhez kell egy békés környezet. Ezzel szemben voltaképpen találkozik az ember az úgynevezett Maya Prakritivel, ugye az illúzió természet, ha lefordítjuk ezt a szót, Prakriti vagy praktikus, azt mindenki érti. Maya azt jelenti, ami elfátyoloz, ami becsap. Tehát a Maya Prakriti az anyagi illúzió beavatkozó elvének hatás alá kerülünk. Ilyenkor hívják úgy az embert a Vedanta Sutrában, hogy bút átma. Ezen mindig nevetünk, mert nekünk magyaroknak könnyű megérteni, mert benne van a buta szó. Szó szerint azt jelenti, amit szanszkritul is, ugye? És az átmát tudjuk, hogy önvalót, lelket jelent. Tehát a buta átma, a bút átma az azt jelenti, hogy aki hagyta magát befedni durva fizikai és finom fizikai testtel, tehát a megtévesztett lélek, a megtévesztett önvaló. Voltaképpen szaknyelven azt mondhatnánk az anyagi elemek önvalója. Tehát óriási különbség van, amikor még tovább csúszik lefelé az ember, és még csak nem is az elméjében vagy az intelligenciájában él, ami egy kimagasló szint egyébként, ha nézzük az embereket, azt láthatjuk, hogy az emberek nagy tömege az érzékeiben él. Ugye? Ezt hívják úgy, hogy indriátma. Indria azt jelenti, hogy érzék. Van öt cselekvés, öt információszerző érzéke az embernek, összesen 10. És az önvaló sajnos csak azzal van elfoglalva, hogy a különböző kifelé és befelé ható érzékeken keresztül élvezni próbál, és így kommunikál a külső világgal. Az emberek többségét azért nem lehet megmenteni, mert tökéletesen azt hiszik az életről, hogy az ételről szól, szeretkezésről szól, becsvágy kielét, nem lehet mit mondani, mert annyira mozgatja őket a szemükön, a fülükön, a nyelvükön, mindenükön keresztül a külvilágból, hogy még nem értek el odáig, hogy tehát nem a Vedantával rohangálunk az utcákon, mert reménytelen lenne. Tehát egyszerűen olyan, ez embernek meg kell tudni állni, és másként kell definiálnia magát ahhoz, hogy belépjen egy ilyen dimenzióba, mint a Vedanta vagy a komolyan vett jóga. Tehát legutóbb is megemlítettük, hogy emiatt aztán több személyiségünk van. Most aki tudja magáról, hogy több személyisége van, az el fog jutni odáig, hogy csak egy lesz neki. Itt az újdonságot azt majd esetleg megmutathatnánk a legújabb Aurobindo könyvet. Tudjátok, hogy nem ebből leszünk milliomosok, de majd ha előkerül belőle. Tehát röviden az ember fölfedezi, hogy rengeteg különféle személyisége van, olyan sok azért nincs, de egy 5-6, és attól függően, hogy milyen szinten éli az életét, lehet, hogy egy sem marad belőle. Attól, igen, elkapkodták előtte. Jól van. Majd legközelebb hozunk többet. Tehát erről van szó, hogy próbálunk olyan könyveket kiadni, mert ugye találkozunk havonta, két havonta, hogy az ember maga otthon olvasva avatott mesterek tanítását, akkor tud belül haladni, vagy legalábbis értelmezni tudja maga is ezeket a dolgokat. Tehát röviden többféle személyisége van az embernek, van az érzékeihez kötött személyisége, van az érzelmeihez kötött személyisége, van az intelligenciájához kötött személyisége, és végső soron van a boldogsághoz vagy üdvösséghez, a lélekhez kötött személyisége. Tehát ránézünk valakire, tehát a magyar mondja, hogy a szem a lélek tükre, és azonnal meg lehet állapítani évtizedes gyakorlás után, hogy kit mi motivál az életben. Tehát kezet fogsz valakivel, összenéztek, és tűélesen lehet tudni, mi az első mondat, amit mondani fog. Az illető azt hiszi, hogy beállhatunk a gondolataiba, holott egyszerűen nem tud az ember másról beszélni, és másként cselekedni, mint ami foglalkoztatja.
A nagy gyűlölet vagy óriási kévágy átmenetileg összpontosítást hoz létre a világi emberek elméjében is. Tehát vagy az őrült vágy, vagy a hatalmas gyűlölet, de mihelyest kifut ez a két impulzus, tompa, magába zuhant, és teljesen beárnyékolt a teste által. Tehát nagyon távol áll a megvilágosodástól, vagy megszabadulástól. Tehát ezeknek az embereknek mindenképpen a vallás felé kell haladni, ez egy kicsit csillapítja az önzést, adományozunk, gondoskodunk emberekről, stb. Tehát valami mégis elindul. Úgyhogy egy jógi sohasem bántaná a darmát vagy a vallást, mert az a kiskapuja, vagy inkább mondjuk úgy bevezető szakasza az emelkedettebb lelki életnek. Csak ebben a körben beszélünk erről őszintébben, hogy idő múlva szomjazni és éhezni kezdesz a valláson belül, mert nem történik semmi. Tehát nem, morálteológia nem tesz boldoggá. Valamit szomjazni fogsz. És hát olyan embereket szólít meg a Vedanta Sutra, és nem mi, mert mi csak szolgái vagyunk ennek a tudománynak, akik elérkeztek oda, hogy hogyan lehetne belül tovább lépni. Tehát akár egyedül is, hogy olyan szuverén tapasztalataim legyenek, ami erről szól. Nos, a vallás maga úgy született, ez egy bonyolult téma, de az ősi mágia, tudjátok, a tűzzel kapcsolatos, az pont úgy született, és a Rigvéda még Agniról beszél a legtöbbet, hogy a tűz, a láng maga, az a léleknek a fizikai világban megnyilvánuló szimbóluma. Ugye, és az ég és föld összekötésének célja volt a mágia olyan emberek számára, akik nem értik a benső utat. És a világ összes vallása ebből a műveletből született. Úgy hiába emelnek fel kerekostját, akkor is tudod, hogy az a napisten. Bármilyen keresztény templomban vagy, egy pici vallástörténeti műveltséggel bármilyen vallásra belenézel, és látod, hogy mindig ugyanaz a rítus van, ami Egyiptomban volt, ami Indiában volt. Indiferens, hogy hívják, maga a rita szó is azt jelenti, hogy egy zodiákus szanszkrit nyelven. Vagyis a napisten imádatának fokai voltak a rítusok. Tehát még a szó is onnan jön a szanszkriton és a latinon keresztül. Tehát mindig a napistennel és mindig az evilági tűzzel volt kapcsolat. Úgyhogy a Jyotish Toma, tehát a fénynek az áldozata, olyan embereknek, akik nem képesek a benső fénybe belépni. Így aztán külön választották a régi mesterek az emberiséget, a nagy tömeget, engedték, hogy a rituációk útján valahogy előre haladjanak, hogy legalább a vallást megtalálják, és figyelték gyerekkoruktól kezdve hajlamaik szerint a fiúkat, lányokat, hogy ki van olyan helyzetben, hogy megkínálhatják egy mélyebb értéssel. Óvatosan próbára tették, anélkül, hogy az észrevette volna. Tudod, mondjuk, hogy kézilabda edző vagy, és kicsit kifogyóban a gyerekcsapatod, és akkor kicsit pattogtatsz a tornaórán, odadobod. Tudod, ha orrba veri és elered az orravére, akkor azt nem veszed föl, mert látod, hogy az katasztrófa. De ha elkapja és döngve visszavágja neked, akkor a gyerekből tudsz jó kis beállós nevelni, vagy valami hasonló. Úgyhogy így van ez, hogy nem mindenkire vonatkozik. És hát akkor ott tartottunk, hogy kirobban egy vita. Hogyha a Vedanta Sutra pontosan tudja, hogy hogyan gondolkozik egy fejlődő és egy elakadó ember. Az elakadó ember azt mondja, a saját szavait használja ugyan, hogy csak az anyagi világ létezik. Tehát olyan abszolút vagy olyan brahman, ami azt jelenti, hogy csak a megnyilvánult fizikai univerzum létezik. Mielőtt azt mondanánk, hogy mi ebben a szellemi kihívás, vigyázat. Akadémikusok, fizikusok, kémikusok, csillagászok, stb. Minden, ami darwini tudomány, az pont ezt mondja. Tehát hatalmas koponyák is simán bedőlnek ennek az illúziónak, és azt mondják, csak az empirikus világegyetem létezik. Az egyetlen problémánk, hogy nem tudunk ennek a létezésnek a végére járni. Tehát ősbumtól kezdve minden van. Nem bírálni akarjuk ezt, hanem felhívni a figyelmet arra a csodára, még az anyagon sem tudunk átkelni. Tehát nem, hogy a transzcendenciát nem tudjuk megközelíteni, hanem és ez a Vedanta Sutrán légig követhető, hogy igenis van egy finom szellemi párviadal, mit nevezünk abszolútnak? A pradánát, tehát a megnyilvánult kozmikus világmindenséget, mert ez látható, tapasztalható és fizikai törvényei vannak, vagy esetleg van mögötte valami, ami nem megnyilvánult, ami nem látható, és valamilyen módon mégis megközelíthető. Azért nem tudjuk megnyerni első körben csak egy nagyon felkészült ateista tudóssal a vitát, mert ha te a transzcendenciába betekintesz, tehát az abszolút brahmanba, az egy szuverén élmény lesz. Vagyis nem tudod neki bebizonyítani, hogy te már jártál ott, amilyen világról beszélsz, mert neki oda nincs vízuma. Nem tudom, hogy érthető a hasonlatom. Meg kell felelni ahhoz. Oda fel kell nőni, hogy valaki csak egyetlen pillantást vethessen az anyagon túli igazságra, így ő azt fogja nekem mondani, vagy neked, nem?
így karácsony felé föllángolnak a vallási viták, meg egyebek, hogy az a világ, amiről te tudósítasz, az nincs, mert nem tudod neki bebizonyítani, hogy létezik. Na ezért a Vedanta Sutra hihetetlenül finoman, szinte soronként igazából megküzd ezzel a problémával is, és lassú, fokozatos érveléssel, figyelembe véve, hogy az emberek az értelmükön keresztül tudnak csak haladni, be tudja bizonyítani értelmileg, hogy van a megnyilvánult univerzum mögött valóság. Ugye a múltkor ezt úgy fogalmaztott meg, hogy a tudat felsőbb rendű, mint az anyag, és minden, akár az asztrális, akár a durva fizikai, az a tudatból származik. És hát beszéltünk arról, hogy ha ezt valaki megérti, akkor önmaga emberségét is másként fogja fel, hiszen ha én tudat vagyok, az végtelenséget is jelent. Tehát bár szorongok a haláltól, mert ki az, aki ezt eljátsza, hogy nem, de mégis pontosan tudom, hogy volt valamilyen megelőző tudati intervallumom, valamilyen dimenzióban nyilvánvalóan tartózkodtam ezelőtt is, és azt mondja a Bhagavad Gita, hogy hirdes bátran, mondja Arjunának, hogy a létünk ragyogó és örök. Tehát ugye csatára készül a tábornok, bármikor meghalhat, és azt mondja neki a mester, ne törődj vele, ez a test halála lesz. A te léted örök és ragyogó, tehát téged igazi veszteség nem érhet. Tehát jövünk valahonnan, vagyunk most valahol, és tartunk valahová. Ahelyett, hogy az ember pánik. Ha megnézzük a másik oldalt, mi a pszichikai visszahatása annak, ha valaki nem tudja ezt elképzelni? Azt gondolja, hogy egyszer él, és minden erejét megfeszítve, intelligensen különben olyan döntést hoz, hogy az élet egyetlen értelme az e világi élvezet. Ettől lett a világ ilyen. Megszűnik a részvét, hiszen minek részvéttel lenni, ha mindenkinek egy köre van, és ezt most tehetem meg, ezt most élvezhetem, ezen most uralkodhatok. Tehát egészen szörnyű világot kell létrehozni, hogy kiveszett a transzcendens érvelés a világból, és a probléma az, hogy igazából megsemmisítették a vallásokat. Tehát a darwinizmustól kiütéses vereséget szenvedett a világ összes vallása. Az iszlám csak azért nem, mert makacs, meg fanatikus, de ha filozófiai párviadara kerülne a sor, a többségét ott is legyőzni a nyugati tudomány. Tehát nincs érvük igazából, mert nincs belső tapasztalatuk. Tehát azt szokták mondani Indiában, hogy mivel a Vatikán nem egy tanítványi lánc, hanem kinevezett embereknek uralmi sorozata, nem tudja védelmezni a transzcendenciát, mert nem tapasztalatokkal bíró mesterek veszik át egymástól a stafétabotot, hanem morálteológiát képviselő tudósok, akik egyébként jó szándékúak. Hát ilyen értelemben 350 millió ember ateista Európában. Nem mindenki lenne ateista, nem örülnek ők ennek, de nem tudnak hozzájuk úgy szólni, hogy azt mondja, jaj ne. Hát ő nem tud mit kezdeni a Szent Háromsággal meg egyebekkel, mert olyan szinten kell hinnie tudás nélkül, de ezt elmondhatnánk az iszlámról, vagy bárhol a világon, tehát nem kipécézni akarok, hogy rendkívül módon megerőlteti a gondolkodó ember. Például kaptam egy telefont, lehet, hogy itt is ülköztetek, akkor elnézést, hogy így név nélkül mondom el, ami arról szólt, hogy mit csináljon, mert a vallásos mestere azt tanítja, hogy a hold nagyobb, mint a nap. És hogy távolabb is van a naptól. Értitek? És ez halálkom, és akkor vagy hiszel benne, vagy nem. És a fiatalokban direkt mondtam egy egyszerű példát. Tehát óriási válság alakul ki egy emberben, amikor űrhajók leszállnak, szondák vannak mindenütt. Tehát ez nagyon problémás. Tehát ezért egy sor elavult, a múltban is tökéletesen pontatlan dolog, csak zavarba hozza a gondolkodó embereket. Azt mondtuk Indiából nézve, mi van akkor, ha eljött egy kor, amikor az értelem által megtámasztott lelki út kerül előtérbe. Tehát nem haladhatunk úgy előre, hogy előbb megértjük, amit csinálunk, és utána hiszünk benne. Nem? És ha igen, és ez a Vedanta, mi is ezért gondoltuk, hogy foglalkozzunk ezzel így alkalmanként, akkor az emberben nyugalom, optimizmus és derű uralkodik el, mert legfeljebb azt mondja, hogy többet kell adnom érte, hogy ez megvalósítássá is váljon, de az út tisztázva van. Jó, akkor belekezdünk egy kicsit pihentetőbb témába, de ehhez egy picit kell foglalkozni a történelemmel is, mert én nem vallásosan szeretném a Vedantát, aztán végképp nem akarom vallásosan bemutatni. Indiában bizonyára tudjátok, hogy Buddha Krisztus előtt 563-tól 483-ig élt, aminek az a rendkívüli következménye, hogy kevesen tudják, hogy ő voltaképpen kiiktatta az eredeti indiai tanításokat vagy filozófiát. Az érdeme vitathatatlan, mert nagyjából a farizeusok szintjére süllyedtek le a brahmanák akkorra Indiában. Tehát az előbb említettem ezt a tűzceremóniát, emlékeztek, hogy az következett, már a papok is
csak a ceremóniáknak éltek. Tehát ugye a brahmana szó az azt jelenti, hogy brahmana gyána, aki ismeri a brahmant. Ehelyett gyújtották a tüzeket, áldozták az állatokat, csinálták a különböző babonás rítusokat egész Indiában, nagyon nagy volt a baj. És a jóga elveszett, tehát minden, ami addig virágzott és belül gazdagította az embereket, az körülbelül olyan helyzetet hozott létre Indiában, mint amiben Krisztus betoppant. Hogy minden volt rituációban, emlékeztek, hogy a templomban is biznisz meg hasonló, hogy hát volt mit kitakarítani. És a méltán csodálatos Buddhának nem maradt választása. Úgy is hívjuk egymás közt, akik jógával foglalkozunk, hogy ksatria forradalom. Nem tudom, hogy hallottátok ezt a szót. Ő nem brahmana családban született, herceg volt. Tehát ksatria, lovagi kasztnak a szülötte. És a kereskedők ebben párhuzamosan Buddhával és a ksatriák föllázadtak a brahmanák ellen. Addig a védikus korszak miatt mindenki a brahmanák kezét fogta és követte. És kirobbant két új vallás Indiában. Az egyik a buddhizmus, a másik a jainizmus. Ez utóbbit kevesen ismerik, ilyen országkendő, söprögetik maguk előtt az utat. Van egy ága, aki anyaszült mesztelenül jár ma is. Van egy ága, aki legalább egy lepedőt magára vesz. De döntően, hogy mindenkinek pontos képe legyen róla, ez a két kaszt filozófiai támadást indított a jóga és a régi brahmanikus ősműveltséggel szemben, aminek az eredménye az volt, hogy tulajdonképpen a mi időszámításunk szerinti 8. században már a buddhizmus több mint 1000 éve totális uralomban volt egész Indiában, és a következménye szörnyű volt, tudnék a buddhizmus ateizmus. A Buddha annyit tudott tenni, hogy félreállította a védákat, az összes brahmanikus írást, az upanisádokat, az összes fontos benső utat tartalmazó írást, közölte, hogy nincs más, csak az ember tiszta elméje. Az életszenvedés, ugye az első beszéde a Benárezben a Szarvam Dukhammal kezdődött, hogy az életszenvedés, tehát minden szenvedés, ha szó szerint fordítjuk, és a sunyatát, a semmit, a kiüresedést, a megszűnést próbálta előtérbe helyezni, ami óriási probléma, mert te nem a semmit találod, ha helyes úton jársz, hanem a mindent. Tehát hatalmas különbség van. Európa imádja a buddhizmust, meg a modern értelmiség, mert valójában stimmel az egónkhoz, hát az eszünk, meg a értelem általi megkülönböztetés, illetve nem kényszerít túl korán komoly ár megfizetésére. Mindenki meditál, megpróbálkozik. Sokáig nem tudván, hogy hozzá kéne tenni egy olyan magánéletet, hogy az a meditáció azért működjön, mert ennek ára van. Tehát, hogyha én a külső világban, az anyagi világban igazából romjaimban vagyok, úgy érzékiségben, mint benső gondokban, akkor aztán leülhetek bárhol meditálni. Annyival lesz jobb, hogy egy pszichológiai jobban érzem magam egy-két hetes kurzus után. De tényleg nem fogom megváltoztatni a buddhizmust, mert nem tapasztalok belül semmit. És ez is a cél. Tehát ez Indiában most már erre az időre nagyon komoly filozófiai fészkelődést eredményezett. Voltak éppen két nagyon komoly irányzat vette fel a kesztyűt. Indiában nem is maradt buddhizmus, nem tudom hányan jártatok ott. Indiában nincs buddhizmus. Tehát vegy tisztán visszaállt a régi jóga, Vedanta, Bhagavad Gita, stb. Koreában van, Kínában, Tibetben, tehát a perifériákra szorította. India föltámadt és visszavette az ősi műveltségét. A buddhizmus az a külső területeken virágzik. Voltak éppen az első ütközet a buddhizmus és az ős eredeti transzcendencia között, az még csak nem is a Vedanta volt, hanem a Samkhya jóga. Ezt fontos tudni. Amit voltak éppen a Vedanta tartalmaz. Tehát amikor Shankaracharya felé akarom terelni a szót, ez a festmény őt mutatja, ő volt az első olyan elszánt mester, aki elérkezettnek látta az időt arra, hogy a sírból visszahozza India eredeti tudományát. Egészen úgy is tartják hagyomány szerint, hogy maga Shiva volt, aki ugye a misztikus jóga mestere, aki visszakel. Shankara Shiva egyik neve egyébként valóban. És a Vedanta szutrát, hogyha avatott szemmel olvasod, ezért az elején, az első részben látható, hogyha magyarázatokat figyelem, hogy voltak éppen a buddhizmussal küzd. Tehát egy picit ezzel foglalkozni kell, hogy mi a küzdelemnek a tárgya, hogy megértsük, hogy merre felé akar tovább haladni. Tehát a lépésről lépésre vesszük, ugye a buddhizmusnak a célja az anyagi lét teljes megszüntetése, de a lét totális megszüntetése. Tehát nincs további ajánlat. Ez értelmetlen. Egyébként bármilyen furcsa, hogy ez egy értelmes út, valójában értelmetlen azt mondani valamiről, még ha illúzióban és szenvedésben is létezik, hogy azzal éri el evolúciója csúcsát, hogy megszűnik. Ez nagyon fura. Hogy ebben nagyon nehéz beletörődni. Tehát ez voltaképpen egyfajta nihil. A,
A Sankhya jóga, ami India egyik legősibb tudománya, például a manicheus kereszténység az a Sankhya jóga gyökereiből virágzott ki, azért nem bírta elviselni Európa, az világosan elkezdte tanítani az ősmód tudományát, hogy ez nem így van. Van egy dualitás, van egy örökké való lélek, ezt úgy hívták, hogy purusa, ugye az önvaló, férfit jelent szó szerint, de igazából csak a szinonimák miatt. A tudatot mindig férfinek hívják, a testi burkolatot vagy az anyagot az pedig mindig nőnek. Ezért purusa valójában a lélek vagy önvaló, a prakriti pedig, ami beburkolja, illetve ami teret ad a megnyilvánulásának. És a Szánkja kezdte el végre újra tanítani, hogy igazából nem a semmi a cél, hanem felfedezni azt, hogy több dimenzió burkol bennünket egyszerre, és a cél valamilyen formában visszaszerezni az eredeti transzcendentális tudatállapotot. Így aztán, amikor Shankaracharya megjelent és elkezdte a küzdelmét, akkor alkalmazni kezdte a Sankhya jóga ősi módszereit vagy tanítását. Egyébként ez a Bhagavad Gita harmadik fejezete, ha otthon valakinek van egy kis ereje, hogy miről szól a Sankhya. És voltak éppen nagyon sikeresen visszaállította India eredeti tanításait. Sajnos ma nagyon sokan támadják évszázadok óta Shankaracharyát, mert a nyomában annyi értelmezése keletkezett a Védantának, hogy a többsége vallásba is torkolt, hogy szinte sziszegő gyűlölettel is beszélnek róla, holott, ha kicsit szakember szemével nézzük, voltak éppen ők azért léteznek, mert vitatkozhatnak valakivel. Értitek a problémát, hogy ez a fantasztikus lélek tette lehetővé, hogy egyáltalán beszélünk a Védantáról. És egy picit nekem furcsa, hogy cserébe mindenki csak ütiveri az ő felfogását vagy koncepcióját, de hát mi lett volna, ha nem küzd meg az akkor totálisan uralkodó buddhizmussal? Kérem szépen a következő képet, és majd úgy nézem, hogy mennyire nem. A Védanta nem egy egyszerű dolog. Ezért egy kicsit szeretném ismertetni előttetek, hogy mi a lényege a Samkhya jogának. Ugye a Samkhya azt jelenti, hogy számba vétel. Tehát a minden dimenziónak vagy a teremtésnek a számba vétele, és ha hozzátesszük, hogy joga, az azt jelenti, hogy fokról fokra tényleg megvalósíthatjuk önmagunkat. Mivel a világnak van egy kigöngyörödése az anyagi teremtésnek, és ennek te is része vagy, logikus, hogy van egy visszafelé vezető út is. Tehát az a táblázat, amit Judit csinált nekünk, ez tulajdonképpen egyetlen képben tartalmazza a Samkhya eszményeit. És egy picit, ha ezzel foglalkozunk, és ebből az ember bármennyit is megért, nagyon-nagyon szépen tud egyedül is fejlődni. Voltak éppen, ismételjük meg azt a részt, hogy ha az abszolútat, a Brahmant meg akarjuk közelíteni, akkor igenis felfoghatjuk megnyilvánulatlanként, egyelőre nem tudunk róla semmit, de ennek a megnyilvánulatlan Brahmannak megvan a képessége, hogy megnyilvánuljon. Így abból fogunk kiindulni a Samkhya elveit elfogadva. Most tudom, hogy néhányan már hallottátok, de páran most vannak itt először, ennélkül meg lehetetlen tovább haladni. Tehát az a lényeg, hogy a megnyilvánulatlan, egyelőre számunkra megnyilvánulatlan, éppen azzal ad hírt magáról, hogy megnyilvánít egy hatalmas kiterjedést, mi ezt világegyetemnek vagy univerzumnak hívunk, amit igenis föl tudunk fogni szemmel, elmével, füllel és érzékekkel, és így tovább. Ezért amit most elemezni tudunk, az a megnyilvánult univerzumnak a kigöngyörödése. Van egy játék, úgy hívják, hogy anyós nyelv, ha ismeritek, hogyha a gyerek belefúj, akkor kiegyenesedik. Ha kimegy belőle a levegő, bocsánat, de tényleg ez a neve a játék. Ne? És hogyha kimegy belőle a levegő, akkor visszagöngyörödik. És hát a teremtésnek van egy hatalmas ritmusa, amikor kiárad, ilyenkor a vallások is mások, ilyenkor a tantra uralkodik. Annyira kevés az ember, hogy minden dicsőíti a nőt, a termékenységet, a születést, a szerelmet. Ez utoljára a Bika világkorszakában volt, nézzétek meg, Síva Bika háton, Ápisz Bika Egyiptomban, Krétán Bika szarván uralnak, akár Spanyolország még mindig nem érte, hogy miért van Bika viadal, már iszonyatosan lejárt a korszak, meg Mexikó, meg a latin népek. Nem veszik észre, hogy már két világkorszakkal alébb járunk. De mindaddig, amíg nagyon kevés az ember, amíg a kultúra nem tud kibontakozni, addig voltak éppen az evilági szépség az eszenciális vallás. Utoljára a görögöknél virágzott fel, tehát ugye Afrodité. Tudjátok, hogy a Aditi, az eredeti szanszkrit istenének a görög megfelelője, Afrodité vagy Afridit. Persze nem önálló filozófiai vallás a görög. Ugye Számos szigete, Samkhya jóga, Pitagorász, tehát nagyon finom összefüggések. Szkíta és indiai mesterek tanították az egész görögséget, hogyha utána néz. Még a nevük is fennmaradt némelyiknek, úgyhogy nem se a matematikájuk, sem a művészetük. A fele Egyiptomból jött,
Tehát, hogyha ez egy külön este lehetne, hogy van-e egyáltalán európai kultúra, ami helyben készült. Tehát, amikor beszélünk a teremtésről, úgy hívják, hogy mula prakriti. Mula azt jelenti, hogy gyökér, forrás vagy ok. A gyökér anyagi természet voltak éppen mielőtt megnyilvánulna, három ős energiát tart egyensúlyban, ezért hívják ilyenkor még pradánának, tehát elsődleges teremtésnek, ez pedig a szatva, a rajasz és a tamasz. Mivel nem vallásosak vagyunk, úgy mondjuk el, ahogy van, mert ha vallásosak vagyunk, akkor azt szoktam mondani, tehát attól függ, milyen közegben vagyok, hogy jóság, szenvedély vagy tudatlanság. De mivel a Vedantáról beszélünk, a szatva valójában ragyogás. Az istenségnek vagy a Brahmannak az evilági kozmikus teste. Érthető ez? Voltak éppen az első érzékelhető burkolata, vagy érinthető valamie az istenségnek, vagy az abszolútnak. Most mindegy, hogy most Brahmannak, személytelennek fogjuk fel, vagy Isvarának, valójában mind a kettő. Tehát ahogy az embernek van bőre, nem tudom másként mondani, ezek persze hasonlatok. Ugyanúgy a legfelsőbb lénynek is van egy lehatárolt, de tőlünk, felülünk már érzékelhető része. Ezt a megvilágosodásunkban fogjuk megismerni, és ez a szatva. És ez szó szerint azt jelenti, hogy ragyogás. Aki belép ebbe a dimenzióba és az abszolút felé közeledik, az semmi más nem tapasztal, mint ezt a tiszta fényt. Hívják úgyis, hogy Brahma Jyoti. Tehát az isteninek, vagy az abszolútnak az a sugárzása, ami már kauzális, tehát anyagi, és a közöttünk élő legfejlettebb emberi lények a meditációkban innen töltekeznek. Minden inspiráció innen jön, sőt, ebből épülnek fel a további síkok. Ez ugye követhető így. Ahhoz, hogy a teremtés mozgásba jöjjön, be kell lépni egy másik óriási erőnek. Ugye a szatvát azért Visnuhoz kapcsolják, mert ő a mozdulatlan fenntartó volt, akiképpen ővele ábrázolják a gondolati teremtést. Emlékeztek, kígyóágyon fekszik, jóganidrában, orrhegyre meredve, és tulajdonképpen a harmadik szeméből bocsátja ki az egész teremtést, hogyha a szimbólumokkal foglalkozunk. Ő az igazi purusa, az egyetlen férfi, aki álmodja. Most még ezek hasonlatok, de ha együtt maradunk, akkor majd lassan érthetővé válik ez az egész kategória, az egész univerzumot. Megjelenik az atya, ugye a mi vallásunkban, a kereszténységben így hívjuk. Szanszkritul Brahma. Ha megfigyeled, szinte csak egy betű különbözik. Mert mi is, van a Brahman, ugye az a személytelen világ mindenség. Ezt nem érzékeljük, ez az avjakta. Megjelenik az atya, úgy ábrázolják, hogy Visnu köldökéből kinő egy lótuszvilág. Látta valaki ezt a szimbólumot? Kinyílik, és benne megjelenik a négy arcú atya. Ennek óriási jelentősége van, és most lebontjuk róla a vallásos mázt. Brahma valójában az első személyes Isten. Ez csak így érthető meg. Nagy kavarások vannak körülötte. Minden felekezet elmagyarázza, hogy mi a helyzet. Igazából valóságban mindjárt rámutatok a logikájára. Ugye azért az első vagy eredendő Isvarából nő ki, tulajdonképpen az ő álmából vagy vágyából, mert ő foglalja össze egy személyben az abszolútat. Ugye Brahman az abszolút, és akiben ez személyesen formát ölt, az az Atyaisten, Brahma, azt is jelenti a neve. Ugye erre mondta Krisztus, hogy én és az Atya egyek vagyunk. Most így karácsony felé haladva. Hihetetlen, amit a Krisztus elért, még mielőtt bárki azt hinné, hogy hihetetlen. Tehát, hogyha valaki azt félig megérteni, és ő abszolút igazat mondott. Aki engem lát, az az Atyát látja. Tehát ez döbbenetes dolgok. Hát ő, ugye ez egy fantasztikus. És az Atya a rajaszért fog felelni, amit tényleg fordíthatunk szenvedélynek, de valójában a mozgásról van szó. Tehát beindítja az univerzum lüktetését, pulzálását. Az élet, a megnyilvánult élet az mindig mozgás A-ból B-be, B-ből C-be, tehát mindenki nyüzsög. Ránézünk egy nagyvárosra, mindegy hány óra van. Tehát látszik, tehát tényleg mindenki a teremtésben, ebben a fázisban él. Csak hogy az univerzumnak nem csak állandósuló és mozgásban lévő szakasza van, hanem pusztuló szakasza is. Lebomló, entrópia is jellemző rá, ezért belép a harmadik hatalmas energia, a tamasz, a sötétség, tudatlanság, valójában azt jelenti, hogy tehetetlenség. Ugye Sívát nagyon sokszor hullapózban, savászanában ábrázolják, ha emlékeztek, fölötte a párja, szó szerint Párvati, aki aktív. De valójában azt akarja elmondani, hogy ugye Shiva a visszavonásért, az univerzum visszagöngyölődéséért felel, tehát nem azt jelenti, hogy rossz kedvében szétrúgja az univerzumot, mint ahogy sokan elképzelik, hanem az ő dolga,
hogy azt mondja, hogy lejárt az ideje ennek a rendszernek, és magában visszavonja. Az anyagi természet, az a prakriti, az aktív maradna rajta, ugye, de Síva maga olyan, mint egy hulla. Nem vesz részt ebben az egészben, hanem visszavonja a teremtést, és az emberekre rátekintünk, akkor láthatjuk, vannak közöttünk, akik elérik a szatvát, a ragyogást. Őket a meditáció és a kontemplatív élet mindennél jobban vonza. Akár mit csinálsz vele, teheted bármilyen helyzetbe, ha van egy pici ideje, olvas, keres, kutat, legyőzhetetlenül mozgásban van benne a szellem. Tehát nem a testében, nem az érzékeiben aktív, hanem minden pici idejében azonnal keresi az észlelésnek a magasabb szintjeit. Ezek az emberek el is fogják érni azt, amit szeretnének. Ugye az embereknek egy... Ki van készítve? Az embereknek egy fejlődésben lévő nagy tömege, ugye, aki a mozgást értette meg, ugye, amit úgy hívunk, hogy rajaszt vagy szenvedélyt, az még ebben a világban keresi a boldogságát, az üdvösségét, üdvösség idézőjelben. Az eredmény, hogy jöhet vissza mindig újra és újra. Ezt hívjuk úgy, hogy szamszára prakriti, ha valaki ismeri. Tehát a születés és halál örök körforgása. És hát a harmadik kategóriájú ember, akit elpusztít az ostobaság. Tehát már olyan szinten van, hogy önmagáról sem képes gondolkodni. Tehát a motiváció teljes hiánya jellemzi, és semmilyen célját nem tudja elérni, igazából nincs benne szellemi mozgás. Mintha a tanárunk azt mondaná egy matek órán, hogy jaj, de sötét vagy, fiam. Tehát teljesen. Ez nem azt jelenti, hogy nem vagyunk részvétel irántuk, mert a lélek ettől függetlenül tökéletes és hibátlan mindenkiben, a látszólag elesetben is, és hát majd elindul fölfelé. Nos, ha maradunk ennél a példánál, még mindig ott tartunk, hogy meg kéne nyilvánulni az anyagi teremtésnek. Azért van négy arca Brahmának, mert a szenvedélynek, vagyis a mozgásnak az első teremtő pillanata, hogy az anyagi életnek az intellektuális és emocionális feltételeit kell létrehoznia. Ezt mi úgy hívjuk, hogy asztrálsík magyarul egyszerűen. Már itt élni is óriási. Tehát ha közülünk valaki az értelmében vagy az elméjében él, ezt most a legszebb értelemben veszem, az hihetetlenül komoly szint. Ugye, mert majdnem mindenkit a testében tart ez a világ. Ezzel kezdtük az estét. Tehát azért van négy arca Brahmának, mindenféle mitológián kívül, mert az összetett elme, amihez nem biztos, hogy elérünk ma este, az négy kategóriából tevődik össze. Ugye a manasz, buddhi, citta és ahamkára, csak így végigszaladva. És ő világosan jelzi, hogy ő a teremtője a finom fizikai vagy értelmi világoknak. Itt élnek a dévák, meg angyalok, meg hasonlók, akik csak a tiszta értelmükben, a fénytestükben vannak jelen. Ugye a déva azt jelenti, hogy ragyogó, és a szatva is azt jelenti, hogy ragyogó. Tehát olyan lény, aki nem szorult rá arra, vagy nem süllyedt le odáig, hogy fizikai testet is öltsön, csak asztrál teste van, tudati teste van. Ugye, mi is lehetünk ezek, meg ők is lehetnek mi. Úgyhogy van egy ilyen kis paternoster kettőnk között. És ugye, hogyha ezt komolyan vesszük, akkor látható, ha el kell mondanom még egy dolgot. Mi ad reményt arra, hogy az imádság, gazdag ima életed, vagy meditációd, vagy itt mindig a kontemplációról van szó. Tehát nem arra az imára gondolok, hogy bibibibibibib. Tehát néhányszor van ilyen, a tanítványok felavatásánál van egyfajta felelőtlenség. Hogy megkap egy mantrát, de nem mondják meg, hogy kell mantrázni. És az eredmény ugyanaz, mint a kereszténység rózsafűzére. Ez igaz, hogy mondja, vagy mint a tibeti imamalom, hogy pörgeti a szél már, az is jó, meg felülöm a zászlóra, az is jó, hogy nem mondják el, hogy igazából úgy annyira fontos az, hogy minden erőddel figyelj arra, hogy mondod azt a mantrát, vagy imádságot, mint a magának a mantrának a töltése. Így aztán sokan azt hiszik, hogy hát ők már megérkeztek. Kaptak egyfajta beavatást, kaptak egy mi atyánkot, vagy kaptak egy bármilyen mantrát, elmondják a szokott számban, ahogy kell, és azt veszik észre, hogy nincs fejlődés. Pedig mondják, hogy de akkor is van fejlődés, ha nem figyelsz, igazából nincs fejlődés. Miért nincs fejlődés? Mert ezen a zónán keresztül kéne jutni. Hát, ugye? És az elmén csak úgy tudsz keresztül jutni, direkt mutatom így, ha ekagrává teszed egyhegyűvé. Egy nem összpontosított elmét nem tudsz arra használni, hogy kiszabadulj az anyagi világból. Tehát itt van a vallás tragédiája, még olyan utakon is, ahol sokkal magasabb rendű a beavatás értéke, mint gondolnánk, sem fejlődnek a fiatalok, mert nem magyarázzák el, hogy ezzel nem úsztad meg. Tehát a munkát még attól el kell végezni.
Ugye például a kereszténységben Avijai Teréz jött rá erre, hogy miért nem működik a mi atyánk. Ugye aki tudja, olvas el a belső várkastélyt, és leírja. Azt mondja, 14 éven át mondtam az imát, míg végre egyszer Krisztus átvette a szót. Az azt jelenti, hogy akkor figyelt oda. Hogy ő is elhitte, hogy elég csak szajkózni. És amikor rájött, hogy ez valami nem stimmel. És elkezdte szavanként elemezni, hogy de hát ő kinek a nevét mondja ki. Tehát én nagyon gyönyörű a könyv, hogy leírja, hogy hogy haladt, hogy elkezdett elmélkedni a fölött, hogy de hát ő Isten szólongatja, mi az, hogy a mennyek, kinek az akarata, de gyönyörű a könyv, nem tudom, hogy olvastátok-e. És évek alatt döbbent rá arra, hogyha figyelemmel és szemlélődő meditációval kísérem a mantrámat vagy az imádságomat, fókuszálja az elmét, és átvisz egy másik dimenzióba. Ha csak Krishna, Buddha, Krisztus, mindenki mondja, és csodálkozik, hogy ugyanúgy él, mint előtte. Érthető ez? Tehát a Vedanta már egészen más szinten. Vagy megfeszítjük az erőnket, és komolyan vesszük, vagyis mindig koncentrálunk a tetteinkben, beszédünkben és gondolatainkban, tehát mind a háromban kell. Vagy hiába kaptuk meg tálcán a lehetőséget, igazából jó, ha egy kis morálteológiával eltöltjük az időt halálunkig. Miközben azt hiszük, hogy a paradicsom ajtaja az tárva nyitva, és hát igen, csalódni fogunk. Mivel, hogyha nem láttad azt a dimenziót, hogyan léphetsz be? Tehát a szabály az, hogy azt éled el, amit már itt is láttál. Ezt nagyon komolyan mondom. Olyan világban nem léphetsz be, amire egy pillantást sem vetettél. Tehát mindenkinek a meditációnak a mélysége fogja eldönteni, hogy mondják ezt, melyik univerzum bárja, melyik tudatsík. Ha nem láttunk semmit, jövünk vissza embernek. Ugye beírják a bizonyítványba, hogy osztály ismétlésre kötelezem. Ugye ezt hívják úgy, hogy megbuktunk. Hát Arjuna is tudja, hogy meg fog bukni, ezért mondja a Bhagavad Gita-ban, hogy vajon nem fog-e széltől szétkergetett felhőként eloszlani az a jógi, aki nem világosodott meg. Pontosan érzi ennek a drámáját. És hát megnyugtatja az Úr, hogy előző életének isteni tudata folytán automatikusan vonzódni fog a jóga elveihez, tehát valami gyorsul majd a fejlődése, de ez csak arra elég, hogy összegyűjjön benne az a vágy. Át akarok törni, vagy nem? Úgyhogy ez nagyon lényeges. Ha tovább haladunk tehát, akkor azt látjuk, hogy a meditáció azért valósulhat meg, mert a legfelsőbb lény, akinek a sugárzásáról már beszéltünk, voltaképpen ezt a sugárzást, ha abszolútról vagy Istenről beszélünk, azt jelenti, hogy az mindig intelligens, akkor is, ha fény. Tehát az anyagi világnak a burkolatát hívják úgy, hogy mahat. Egyébként mondhatnánk úgy, hogy a lelki dimenziónak vagy a transzcendenciának a határa, mindegy, attól függ, bár onnan nézhetnénk. Röviden, ez a mahat, ugye nagy hatalmasra lefordítjuk, ez azt jelenti, hogy magának, a legfelsőbb Brahmannak az értelme. Ugye Mahat Buddhinak is írják néha, és ez lesz az első pont, ami téged feltölt inspirációval és reménnyel. Tehát ha valaki tisztán és komolyan él, azt tapasztalja, hogy ez a fény leereszkedik rá. Szóval nem is akarom másként mondani. Nem gondolatok formájában, majd a fény utána benned gondolatokká és inspirációkká válik. Meg fogsz döbbenni, hogy fogja valaki a kezedet. Ez egy teljesen újfajta élmény. De röviden, ahogy tisztul valakinek, direkt mondom így, mert az ima élet is oda visz. Tehát nem különféle meditációs utak vannak. Nagyon sok a helyes. Tehát azt mondani, hogy ez csak így. Mindent megtettek a nagyöregek régen, hogy az emberi természethez igazodva jó utakat lejjünk. De döntően arról van szó, hogy egy belső változás veszi kezdetét, ami nem magától értetődő, elkezdjük megérinteni ezt a szintet, tehát kapcsolat van az isteni értelem és a szatva között. Ezért az a határ, ami a legfelsőbb lénye, innen nézve egy felsőfokú intellektuális élmény lesz egy inspiráció. Most, hogyha vallásba kapsz felavatást, az azt fogja mondani, hogy te ebben ne is reménykedj, mert az utunk az nem intuitív természetű, hanem kizárólag szolgálói természetű. Amiben van egy nagy tragédia. Mi van akkor, ha a guru nem világosodott meg? Személyes élményem, ketten is elbuktak a vezetőim közül 35 év alatt. Akikre istenként tekintettem, hát még 20 évesre voltam. Alig bírtam fölállni belőle. Hogy értitek, hogy az ember nem? Szóval, ahogy mondják, ahol az erős megbotlik, ott a gyenge elvágódik. Tehát hatalmas, tehát föl kell hívni a figyelmet arra, hogy ez már személyes tapasztalat, hogy az igazi guru, amikor működik a közelemben, azt veszem észre, hogy bennem is működik.
Érthető ez? Ha tényleg ott van, akkor az én életem akkor is inspirált, ha nem a szobámban lakik, vagy nem az asramjában vagyok. Ezt el kell, hogy mondjam. Az igazi, teljesen mindegy, hogy hol van, ha ő a helyén van, és szelíd lesz velem, és türelmes. Nem előírásokkal teszi tele az életemet, hanem mivel belülről ismeri az utat, pontosan tudja, hogy rá fogok találni a saját impulzusaimra, vagy inspirációmra. Nézzük a másik oldalt. Azért veszélyes így gondolkozni elsőre, mert ez is szélhámossághoz vezethet. Mert erre én megmondhatom, minek nekem tanítómester, nem, ha a cél úgyis az inspiráció. Tehát az ember mindig ráfázik. Tényleg, abszolút a te komolyságot fogja eldönteni, hogy az inspiráció érkezik-e, vagy egy szélhámos kezébe kerülünk, vagy egy guru kezébe kerülünk. Ez az igazság. Tehát egy kicsit én kérdeztem idős mesterünket, ugye 2010-ben távozott, de mi dönt? És azt mondja, a személyes karmát. Nincs garancia. Hogy mit tettél előző életeidben azért, hogy te őszinte forráshoz csatlakozhass. Ugye a magyar mondában van, ugye a csodaszarvasban, hogy van, hogy nem ihatok másból, csak tiszta forrásból. Tehát ez igaz. Hogyha tényleg így haltunk meg, még ha nem is, hogy nagyon-nagyon reméltük a jót, akkor valószínűleg megkapjuk a kegyet, hogy gondoskodó kezek emelnek majd bennünk egy gyermekkorunktól kezdve. Tehát te őszinte akarok lenni ezzel a témával kapcsolatban. Az is nagyon nagy baj, ha valaki állandóan csak dolgoztat, és azt a filozófiát képvisel, hogy te szolgáld őt és a rendszert, és közben érzed, hogy benned nem történik semmi. De ugyanekkor a baj, hogy azt mondod, hát bennem magától is történik a dolog. Minek ehhez tanító? Ugye? Úgyhogy valahol a Bhagavad Gita ezt megoldja, ez a Tadvithi Pranipáténa Pariprasnéna Szévajá Upadéksanti Tégyánam Gyaninasztatva Darsajha. Csak azért mondtam el a verset, mert két szó különösen fontos, ugye a Pranipát és a Pariprasna. Ami azt jelenti, hogy az ember tudakozódik a mesterétől, tehát próbára is teszed. Mert ha a válasza érthető, lelkesítő és élhető, akkor jó helyen vagyok. És ez esetben a következő kategória is igaz, hogy egy ilyen embert elkezdek szolgálni. Ugye ez érthető? Tehát hogyha érzem, hogy az életem működik, hogy alakulnak a külső és a belső dolgaim, akkor világos, hogy az lenne a kockázat, ha nem ajánlám fel a szolgálataimat. Tehát ezt itt érzi az ember, itt meg megérti először. Tegyük helyére a dolgokat. Először a keresőnek van joga próbára tenni az úgynevezett gurut, és utána válik tanítványát. Tehát ez fontos, mivel az értelmünkkel nehogy úgy járjunk, hogy sokkal nyitottabbak, őszintébbek voltunk, úgymond tanítványságunk előtti korszakunkban, az Istent úgy éreztük, hogy mindenütt körülvesz bennünket, szívünkben, gondolataink. Belépünk egy rendszerbe, és távolabb találjuk magunktól, mint valaha, mert valami nagyon-nagyon, hogy mondjam, leredukált, merev rendszer egy olyan szolgálati körforgásban tart, amiből minden ihletettség kiveszett. Szóval én fenntartom, hogy valahol egy egyensúly lesz, ha igazi mester találunk, hogy igenis alkalmasak vagyunk és alázatosan készek a szolgálatra, de ezzel párhuzamosan meg fog érkezni az inspiráló fény. Mert valami íz kell ahhoz, hogy az embert az úton tartsa. Na, haladunk tovább ebben a témában, jön az igazi ellenfél. Ezzel a mahattal nem is volna baj. A kozmikus intelligencia jót akar és tiszta. Szigorúan véve az emberi értelem ebből származik, csak már ennyire nem részletezzük, mert akkor aztán reggeli kéne, már főzt kávét a Tamás, úgyhogy. hanem a következő kategória, hogy megjelenik az ahamkára, ami szó szerint azt jelenti, hogy én képző. Ugye mindenki hamis egónak fogja fel. Mielőtt elátkoznánk, hogy egó, meg önzés, meg hasonló, azért azt tisztázzuk. Ha nincsen egó, akkor elmarad a tapasztalás és a fejlődés. Tehát az utunk az pont azt jelenti, hogy ezt az egót addig fényesítjük és tisztítjuk, míg szegény megsemmisül. Mint amikor a rossz gyerek halálra simogatja a macskát, állítólag van ilyen. Tehát egy fantasztikusan kitanít a jóga vagy a védanta, hogy ne, ugye Krisztus azt mondta, hogy ne állj, hogy van? Ne állj ellent a gonosznak. Nem azt mondod az egónak, hogy gyűlölek, undorodom tőled, önző vagy, fúj, mert igazából pillanatnyilag ez vagyok. Tehát saját magamat szídom. Hanem némileg beavatódva a valóságba rádöbbenek arra, hogy én tudatos vagyok arról, hogy örökkévaló lélek vagyok, átman. Egy transzcendens lény, de nem e szerint élek. És megértem azt, hogy mostantól az életem értelme vagy célja, hogy a két személyiséget közelítem egymás felé. Az eredmény, hogy az önvaló buzdítani fogja, lelkesíteni fogja
az alantasabb rendszereket a felé való közeledésben, ugye? Mint ahogy az anyukánk tanított valamikor járni, és tele voltunk dicsérettel, meg egy kézzel felemeltük a répát, és az egész család el volt ájulva, hogy mekkorát fejlődtünk, nem már megfordul meg. Hát ugyanígy van, hogy a külső-belső guru, tehát a belső gurut hívják, hogy Csaitja gurunak, ez maga a lélek, a külső pedig a tanítónk, folyamatosan jelezni fogja, hogy ez jó. És ez arra inspirálja az egót, és a hozzá kapcsolódó elmét, hogy hajlandó a lelki ösvényre lépni. Tehát most nevén nevezzük, ebben a körben legalább mindenki pontosan értse, az elmédet kell tanítvánnyá tenni. A lelkednek nincs erre szüksége. A lelked ebben a pillanatban is tökéletes. Ez követhető így? Erre mondja az Úr Krisna a Bhagavad Gita-ban, hogy a nem fegyelmezett elme, ugye, a nem fegyelmezett elme a legveszedelmesebb, vagy akár halálos ellenség, a fegyelmezett pedig a legjobb barát. Tehát akkor elkezdünk érteni magunkhoz, akkor rá kell döbbennünk arra, hogy pont a gondolkodó és érző rendszerünket kell tanítvánnyá tenni. Ehhez föl kell venni az értelmesebb tanúállapotot, és az úton tartani magát ezt a lényt. A testünk, az érzékeink automatikusan igazodni fognak az elméhez, azzal nem kell külön foglalkozni. A vallásban van egy csavar, hogy a testem szerint erényesen akarok élni, igaz? Miközben az elmém majd megőrül a vágytól. Így van, vagy nem? Hát Pál apostol mondja, hogy éljél és ne égjél. Őrült jó mondat. Tehát ez ötle hatalmas. Itt fordítva van, arról van szó, hogy tedd az elmét őszinte tanítványá azáltal, hogy megérti az utat, és a test csinálni fogja. Tehát követni fogja a tudatot. Nem fordítva. Tulajdonképpen látszik, hogy valahol a materializmus és a beavatottság közötti tartományokban van a morálteológia, mert minden fordítva működik benne. Már rászorítom a testemet arra, hogy erényesen éljen, nem? Miközben a tudatom egyáltalán nem képes rá. Hát a papok és lelki emberek ezreinek tragédiája évszázadok óta, hogy nem érti, mit csinál rosszul. Ugye? És a keleti módszer az volt, nem. A tanítvány az az elme, a buddhi, tehát a gondolkodó és érző rendszer, és az eszközeink megvannak arra, hogy hogyan szelídítsük meg. Mint a kis hercegbe a rókát, tudod. És amikor hajlik a jóra az elme, meg a buddhi, akkor a test automatikusan a beszéd és a cselekvés az mögé fog állni. Tehát mindig a tudatot követik a szavak és a cselekvések. Ez egy nagyon-nagyon finom dolog. Pihenésképpen hadd osszak meg veletek valamit. Van egy lelki emberek számára izgalmas film, világiak számára halálunalmas. Én megnéztem egy párszor a Konfúciusznak az élete, ha valaki látta véletlenül. Hát nem is lehet sikeres a magyar mozikba sem, mert tényleg Konfúciuszról szól. Tehát tudjátok, a Tao az ugyanaz, mint szanszkritül dharma. És ez a fantasztikus mester ezt képviselt. És van egy jelenet, amiben a leggyönyörűbb formában van jelen a férfi és a nő, amíg csak lehetünk. Meghívja a királynő a palotájába ezt a nagy mestert, és ott akarja tartani. Mondja neki, mester, maradj itt velem, mindenről gondoskodom, és nem válaszol. Úgyhogy a hölgy egyre feszültebb, és mondja, hogy de hát miért nem mondasz valamit? És erre azt mondja ez a csodálatos lélek, hogy asszonyom, nincs olyan férfi a világon, aki ne adná fel az elveit. Erre ez a fantasztikus nő feláll, hátralép 3 métert, és leborul a Konfúciusz elő, mert ő megjelzi, én pedig nem az a nő leszek, aki megbutatlak téged, hogy elveszítsd az elveidet. Érthető ez a hasonlat? Fantasztikus két ember. És akkor megáldja a Konfúciusz, és elfogadja a tanítványának. Micsoda őszinteség! Ez ekkora mester, és azt mondja, nincs olyan ember, aki nem adja fel az elveit. Így az beszél, aki pontosan tudja, mi az, hogy elme, nem? Mi az, hogy vágy? Milyen bátorság? Nem játszotta el, hogy ő nem micsoda szinten van, vagy túl van bármin. És a hölgy olyan gyönyörű fiatal, óriási korkülönbség volt közöttük. És a gyönyörű nő hátralépett, leborult, és azt mondta, én pedig nem az a nő vagyok, akinek az a terve, hogy te feladd az elveidet. Így lehet? Na szóval nagyon-nagyon-nagyon finom megértések lehetnek mind a két póluson, de nekünk még ugye tovább kell haladnunk. Tehát amikor az ego létrejön, és ugye teljes terhével ki akar bontakozni az anyagi világ, lassan eljön az ideje annak, hogy az anyagi világ, a durva fizikai sík is megnyilvánuljon. Amikor azt mondod, hogy ego vagy énképző, akkor meg kell jelennie egy következő dolognak, ami a létezésnek egy természete, amit úgy hívunk, hogy vágy. Az ego észlelés, tehát hogyha most magadon egy picit elgondolkozol, nincs annyi időnk, hogy meditációt is vezessünk, de egy kicsit belátással elkezdünk magunkon gondolkozni,
könnyű észrevenni, hogy minket egy szóban valójában a vágy jellemez. Ebben óriási különbség lehet ember és ember között, ezt természetesen aláírjuk, majd mindjárt tárgyaljuk is, hogy miért, de döntően egóban, ugye, tehát egy fizikai identitás élmény alatt élni, az, ha megfigyeled, azt jelenti, hogy az vágyakat tartalmaz. Tudnék, a Vedanta nem veszi külön a szorongást meg a vágyat. Mert ha szorongok, valójában akkor az a vágyam, hogy el akarok valamit vagy valakit kerülni, tehát ugyanúgy vágy, nem? Ha valamit el akarok érni, birtoklás vagy élvezet szándékával, arra el szokták ismerni az emberek, hogy az vágy. Na de ha megnézzük mélyebben a dolgokat, az is ugyanúgy vágy, amikor valamit vagy valakit ellenszenvesnek vagy félelmetesnek ítélek meg, és el akarom kerülni, nem? Tehát, hogyha nagyon egyszerűen, hiszen több száz verszakot kéne végigvenni a Vedanta szutrából, jellemezni szeretnénk a következő fokozatot, hogy miért drámai dolog az egóban való lét, az nem morális problémát jelent, az már egy következmény. Hanem ego az azt jelenti, hogy káma. Tehát egy lény, aki tele van vágyakkal. Ugye? Minden vágya maga útját járja, azért, mert ismét igaz lesz az, hogy három energia vagy három kötőerő hat ránk, a szatva, rajasz és a tamasz. A szatvikus vágy az a megvilágosodás felé visz majd téged. Elmondjuk ennek a titkát. Azt mondja Patanjali, addig tisztít, míg egy napon azt veszed észre, hogy igazából nem tudsz részt venni az érzékkielégítésben. Ez követhető így? Addig emel belül, addig finomít, hogy problémássá válik a kéj. Vigyázat, nem gátlásosság értelemben, nem arról van szó, hogy egy gyakorló nő vagy férfi ezt nem érti, vagy nem mer lenyomni a kilincset, vagy megfogni a kislány kezét. Fordítva, valami belül olyan dolog kezd kialakulni, ami problémássá teszi az anyagi. Emiatt onnan nem jön többé az az itt marasztaló vágy, az a kielégülési remény. Nem morális megtisztulásról beszélünk, hanem egy dinamikus benső folyamat halad, és egyszer csak körbe tekintesz, és rájössz, hogy te nem tudsz így élni. Vagyis akkor veszed észre, hogy először definiálod magad tudatként, és nem női vagy férfi érzékekkel felszerelt tenger alatt járóként. Mert tulajdonképpen, ha egy kicsit meg is ijedett el a szinttől az ember, mert rádöbben arra, hogy mit jelent a nő és mit jelent a férfi. Kibírjátok, ha elmondom? Ez Patanjali definiálja kicsit saját, mivel ő három szavakkal ragadja meg a dolgot, én kicsit többet mondok. De a dolog lényege, hogy a férfi az az ember az anyagi világban, aki kéje miatt folyamatosan a nő után vonzódik. Van humor a Patanjalinak. A nő az olyan természetű ember az anyagi világban, aki előző életében a nők után rohant, hozzájuk vonzódott, és a karmája emiatt most azt jelenti, hogy három dologban hisz, ugye? Ez pedig a vagyon, az otthon és a gyermek. Nem hagyja békén. Szerencsére Patanjali folytatja, annyira frusztráló férfiként és nőként megöregedni, hogy valamelyik életünkben gyanút fogunk. Ezt most saját szavaimmal mondom el, de egyébként lefordítottuk a következő könyvünkben, mind a négy páda benne lesz, mert eléggé sokféle fordítás van forgalomban, hogy jól érthető kevés, tehát kicsit több magyarázattal látjuk el, hogy mindenki szépen érthesse. Röviden egyszer csak azt mondom, hogy valami nem stimmel. És valaki olvasta Szabó Lőrincnek a Buddha tenyerén, vagy a Mará leányai című verset? És ugye a Mará a vidám kísértő, tehát tönkreteszi a férfit, megkísérti a lányaival, és a vers végén összenéznek, és azt mondja Szabó Lőrinc, és egy percre Mará a vidám kísértő pont olyan szomorú volt, mint én. Tehát egy napon összenéz egy férfi és egy nő, és pontosan tudja, hogy ők egyik sem. Ennél ijesztőbbet. Nem tudom, hogy követhetőek a szavaim által, hogy miről van szó. Beleborzongsz, amikor rádöbbensz, hogy ezek ruhák. Vagy ebből a nézőpontból ijesztő, amiért az elmúlt 1200 születést leéltük. Értitek? Tehát tényleg a Mayának van humorérzéke. Nagyon-nagyon apró pénzért vagyunk ide ragasztva. És az illúzió lényege mégis az,
Az a nő, aki frusztrálódva kiábrándul abból, hogy küzdködhetett a gyerekért, meg a férjért, meg a mehetett a boldognak, az visszamegy férfinek, melege lesz. Az a férfi, aki szoknyabolond, az meg lelkesen eléri a női létformát, mert van humora, komolyan, mert van humora a karmának, azt mondja, ha ennyire szeretnéd megismerni a másik pólust, legjobban akkor teheted meg, ha felöltöd. Na, amikor az ember ezt átlátja, akkor egy kicsit másként gondol ezekre, és ezt játsszuk. Aki egy pár életet vissza tud emlékezni, vagy bármilyen formában hozzá, az meglepődik, hogy hogy váltogatja a nemeket. Tehát általában mindenütt tele vagyunk tapasztalatokkal. Hát ez a szamszára első megállítása, mikor gyanút fogsz, hogy most én lélek szerint, tehát az önvaló érdekei szerint akarok élni, és ez a beavatottság, vagy folyamatosan vagy a női, vagy a férfi elmém szerint. Illetve most már vegyes is van, de régen ezzel nem tudtak mit kezdeni. Tehát ez nem is létezett. Nos, befejezve ezt a témát, mert aztán tényleg csak egy táblázattal, ahhoz, hogy beinduljon az egész anyagi gépezet, megnyilvánul az alacsonyabb rendű elme, kialakulnak az észlelő és cselekvő szervek, érzékszervek, kialakulnak természetesen a befogadó közeg, a hang, az érintés, a forma, az íz, és az egész mögött a pancsa maha búta, a durva fizikai elemek, a föld, víz, tűz, levegő és a tér, amiben az egész mostanában a sötét anyagnak hívják a teret, valamit kezdenek kapizsgálni, hogy az is létezik. Tehát amiben az egész világegyetem van, az a tér, vagy ákása, ha így hallottátok ezt a ki. Tehát nem a semmiben van a durva fizikai, hanem a finom fizikaiban. Tehát van egy nagy zseb, amiben van a világ valójában. Na hát gyorsan végigszaladtunk ezen, nyilván erről többet is lehetne beszélni, csak valahogy fel akartam vázolni, hogy ez volt az a filozófiai rendszer, ami sokkal eredményesebb volt, és kibővítette a buddhizmusnak az igen leszűkült, rosszkedvű és frusztrált valóságát. Jó? Tehát lényegében két-három kérdésben vitáznak a Vedanta tanításai felett. Az egyik a teremtés anyagi oka. Ezt elmondtuk most. A másik kategória, hogy a dzsíváknak, a lelkeknek mi a helyzete. Megkülönböztethetők a Brahmantól, az abszolúttól, vagy teljes mértékben azonosak vele? Ez egy örök vita lesz, és csak úgy terebélyesednek a felekezetek, hogy mi az igazság. Tehát egyszerű szóval egy világlélek van mindenkiben, vagy van egyéni lélek és külön világlélek. Ezekből most már könyvtárak születtek, hogy valószínűleg akkor tudjuk meg, ha belépünk ebbe a dimenzióba. De nem fogjuk így lesöpörni, mert nagyon hosszan. A harmadik vitapartnert nem tekinti például Sankaracharya igazi kihívónak, jöhet a következő kép. Ezt úgy hívják, hogy karma mimámsa. A Vedanta szutrának van egy kegyes része, ami a vallási ritusokkal foglalkozik, olyan emberek számára, akik nem értik a benső utat, erről már beszéltünk is. Ez az út röviden azt tanítja, ha jámboran és helyesen cselekszel, eredményét úgy hívjuk, hogy szukriti, akkor következő életedben szebb leszel, okosabb és gazdagabb leszel. Ebben az az érdekesség, hogy bárhova utazol a világban, minden vallás ebben reménykedik. Nem? Tehát azért vagyunk jók és szolgáljuk az Istent vagy az Istenit, hogy gazdagságban, szépségben, blablabla dolgokban részesítsen bennünket. És a Vedanta Sutra ezt a dimenziót is kielégíti. Shankaracharya azonban jelzi, hogy egy hibát elkövettek ezek a karmakanda utat magyarázó mesterek, azt kezdték el tanítani, hogy a cselekvés, nagyon fontos, amit mondok, úgy érzem, hogy a cselekvés a legfelsőbb szint a lelki életben. Ez nagyon erősen gyökeret vert, tehát tulajdonképpen az effektív szolgálat és tevékenység. És nem igaz. Nem igaz. Ha a szellemi szeretetben élsz, most direkt magyarul mondom, sokkal magasztosabb síkon cselekszel, mintha csak a szolgálatra tanítanak meg. Tehát én pucolhatok répát a közösség kedvéért, meg vághatom a karalábét 40 éven keresztül, és senki sem vonja kétségbe, hogy a szeretetből van. De ha bele tudunk gondolni egy pillanatra, hogy valaki a lelkében él, abból beszél, gondolkodik és cselekszik, tehát igazi szellemi szeretetben él, és úgy cselekszik, annak elsöprő jelentősége van. Az egy egészen másik. Tehát magyarul egy idő múlva azért el kéne mondani a kezdőknek vagy a fiataloknak a világban, hogy a szolgálat nagyon fontos, mert kivonja az érzékeket az anyagi világból. Tehát ezt az állandó izgatottságot megszünteti, az önzést, hogy mindig csak azért dolgozunk, hogy mi gyarapodjunk, nem akarok közhelyeket mondani. És az ember tényleg meg kell állítani. De úgy tanítani a folyamatot, mintha nem az volna a cél, hogy te belül belépj egy valóságba,
aminek a végállomása a szellemi szeretet, és abból fordul vissza a beszéded és a cselekedeted, az az igazság felének elhallgatása. Avijai Terézt nem értették, és próbálta az egyháznak elmondani, hogy van a Mártának az útja, tehát Krisztus környezetében, meg van Mária Magdolnának az útja. És ugye emlékeztek a példára? Lehet, hogy ezt jobban ismerjük, mint az indiai hasonlatokat. A Márta sürög fölög a konyhába. Pucol, zöldség, mindenki ismeri. És ahányszor benéz, a Mária Magdolna éppen zokog, vagy valami kenőcsel keni Krisztus haját, emlékszünk a történetre, és a végén kifakad. És oda megy és szól, hogy most már ő is megmozdulhatna. Nem szó szerint idézem, de simán letolja Mária Magdolnát, hogy Mária csak az Úr lábainál ül, meg rajtam meg egyedül a teher az aktivitásban. És döbbenetes, amit Krisztus mond. És azt mondja neki, nincs igazad Márta, mert Mária mindazt már előzőleg elvégezte, amit most te csinálsz. Tehát mielőtt még azt hinnénk, hogy a lelkiet sürgés forgást jelent, és csak aktivitást, fontos megérteni, nem igaz. Ez a karmajóga része az életünknek, még akkor is, hogyha baktinak hívják. Ténylegesen valóban szolgálatot jelent, de a problémája az, hogy ez nem belülről fakad, mert ez nem a te megvalósításod, hanem szabályokkal ráneveltek erre. Ez úgy, ahogy van, helyes, de időben el kéne mondani, hogy fog ez megváltozni, ha attól szívből jövővé válik, hogy két dolog megtörténik veled. Egyik, hogy tudod, hogy lélek vagy átélés szintjén. A másik, hogy emiatt belőled kibontakozó hála és szeretet miatt kezdesz el szolgálni vagy cselekedni. Hihetetlen különbség lesz a kétféle odaadás hatékonysága között. Az első az praktikus és tisztító annak a számára, ugye, aki csinálja, de a szellemi szeretetből megnyilvánuló szolgálat az felszabadítja az embereket. Egyszerűen az ilyen lélek ki tudja hozni a majából, az illúzióból a többieket. Tehát más jellegű missziója lesz, mint annak, aki ezt nem érti. Ezt szerintem fontos kiemelni. Most kicsit eltértem a vázlattól, nem is tudom, mikor mentem vissza hozzá utoljára, de itt van az a kérdés, hogy föl kéne akkor tenni a kérdést, hogy a tiszta szellemi szeretet, tehát a bhakti vagy bhakti jóga, aminek hihetetlenül kifinomult dimenziói vannak, és a bevezető bhakti jóga, hiszen mindenféle önzetlen tevékenység az valójában a szeretet. Tehát épp úgy hívhatjuk a karma jogát bhakti jogának is, hogyha önzetlenségen alapul. Csak mivel nem a tiszta szeretetből, hanem a szabályokból keletkezik, ezért nem hozhatjuk egy közös nevezőt. Mire akarok kiukadni? Föl kell tenni a kérdést, a kétféle odaadást, tehát a karmát és a bhaktit, mi köti össze egymással? És hát a gyána jóga. Vagyis, ahogy a Bhagavad Gita-ban az Úr mondja, ebben a világban nincs semmi magasztosabb a transzcendentális tudásnál. Tehát igen, jön a tanítvány, aki kezdő, kezdjen el dolgozni, jöjjön ki az önzésből, de amikor már tud figyelni, oda kell tenni neki a transzcendentális tudást. Nem vallást, meg hiteket, meg képzelődéseket, hanem ki vagy te, azt hogy élheted át, milyen eszközök állnak a rendelkezésedre, hogy éred el az önfegyelmet, a békét, bla bla bla, ugye? És amikor az önzetlenség és a tudás kellő szintre emelkedik, magától be fog lépni az igazi baktiba, vagyis a lélek természete a szeretet. Az önvalónak, a lelkünknek nem kell tanulnia, hogy szolgált vagy szeretet. Eredendő hajlama, hogy tökéletes, mint a forrása, mint az Isten vagy az abszolút. Azonnal lehet tudni, hogy valaki a lelkében éle vagy sem, pont abból, ugye, hogy hogyan beszél, hogyan cselekszik, és általában, ha megnézzük az életét, nem, akkor az hová tart. Ugye pihenés közben imádom ezt a szép történetet Gandhiról, talán nem hallotta mindenki, hogy az ő idejében nem voltak még mikrofonok, és állt a vagonnak, a vasúti kocsinak a lépcsőjén, nagy tömeg vette körül, és jöttek az újságírók, hogy mondjon még valamit. Hogy mit üzen az embereknek, már ugye menesztették a vonatot. És mivel mutatta, hogy nem tud beszélni, mert belekedett, elkért egy noteszt. És fantasztikus, amit Eknat Esvaran könyvében van ez a történet benne, még az édesvízzel adtuk ki. És nagyon érdekes, hogy azt írta bele a kis noteszbe, hogy az életem az üzenetem. Ez a szellemi szeretet. Nem az az üzenetet, hogy elmész kukoricát, dinnyét és krumplit venni, az is üzenet, és nem lebecsülni akarom. Hanem komplexitásában van egy üzenete az életednek, ugye, hogyha beléptél önmagadba. Nem tudunk többet tenni egymásért, mint amit magunkért. Ezt nem tudom, hogy követhető-e. Az a fantasztikus a Vedanta által megjelölt benső ösvényben, hogy végig igazi magadért harcolsz, de ennél többet nem adhatsz az embereknek.
mint az, hogy idővel lélekként nyilvánulsz meg. Egy ilyen embernek nem kell tanulnia az önzetlenséget, a lélek számára nincs az anyagi világban semmi, amit birtokolni vagy élvezni szeretne. Nem, ugye? De nem tudja megszólítani a külső világ. Tehát egyrészt menedéke annak, aki valamikor elindult ezen az úton befelé, másrészt reménye a többieknek, mert maga vált egy élő térképpé, hogy ezt hogyan kell csinálni. Jöjjön a következő kép. Tehát, hogyha két könyvnek a borítóját választottam, ugyanarról a sászáról, a Vedanta szutráról van szó, és ki lehet emelni a tanítását a karmakanda nézőpontjából, tehát a fizikai szolgálat bevezető szakasza, vagy a morálteológia nézőpontjából, de ki lehet emelni, hogy voltak éppen a Vedanta szutra oda szeretné elvinni az embert, hogy észlelje saját magát és a saját forrását. Ez a módszer viszont már nem cselekvés, még csak nem is tanulás, mint a gyána jogában, hanem ez nem lehet más, mint a meditáción keresztüli tudati dimenzióváltás. Azért valósulhat meg, mert a tudás hihetetlen erejű vágyjá alakul át. Először akaraterővé, ugye ezért is hívják szadanának, ugye a lelki gyakorlatos élet. Minél többet tud a jelölt, annál komolyabban veszi a lelki gyakorlatokat. Csak hogy abból akaraterő születik, az akaraterő pedig olyan vágyat, olyan intenzív reménykedést hoz létre, hogy elkezdi megadni az árát azért, hogy átjusson. Ha mindent én mondok el, mert ugye kevés időnk van, de mi a tünete annak, hogy valaki a valóság felé tart? Könnyedén összpontosított az elméje. Ugye egy kezdőnek oda kell figyelnie arra, amit csinál, mert eszeled a káposztát, aztán lemegy az ujjad. Ugye? Nagyon érdekes, hogy a pontos jele annak, hogy hol tartunk a szellemi fejlődésben, a saját szórakozottságunkon is nyomon követhető. Nem? Ugye a macskát rakod a hűtőbe, a sajtot meg a akármibe, és vannak ilyen szórakozott értelmiségiek. Tehát ezek úgy finoman jelzik, hogy az alapok jók, csak másik irányba kellene. Tehát a Vedanta szutra lényegileg ezzel a felfogással fordul szemben, ami azt mondja, hogy a megvilágosodás kizárólag cselekvésen vagy a valláson keresztül érhető el. Nem, felső fokon azt mondja a Vedanta, és én is évekig halogatom, hogy egyáltalán beszéljünk róla. Ugye 4 év volt, még lefordítottuk, aztán jó pár éve már megjelent, de most szántuk rá magunkat, hogy erről beszéljünk, mert minden irányzat azt mondja, hogy cselekedni, cselekedni és cselekedni. Csak hogy ebben a pillanatban is tétlen a lelkem. Érthető ez? Semmire nincsen szüksége, és nincs miért megmozdulnia az anyagi világban. A létezésének egyetlen értelme van a szeretet. De ehhez oda kéne érkeznem a tudatommal, hogy észleljem önmagamat. Innentől kezdve már a léleknek is lesz kedve ahhoz, hogy használja az elmémet meg a testemet. Ugye? És például Krisztus ezt bemutatta, hogy Jézusból Krisztussá vált. Vagy a Szidárta herceg, nem? Buddhává. Tehát hatalmas példák vannak előttünk, hogy egy egyszerű halandó testbe börtönzött lény, az hogyan válik világemberré, vagy kozmikus lényé. Tehát belénk van kódolva ez az út. Jó, jöhet a következő kép. Tehát mivel kicsit évvége felé haladunk, azért vetítem ezt a képet. Döntően azt kell elfogadnia az embernek, hogy a pradánát, vagy a világ őseredeti anyagát nem tekinthetjük a világegyetem alapjának vagy forrásának, ő csupán következménye. Ezt azért tettem be ezt a mondatot, meg ezt a képet, mert ugyanez a helyzet a testeddel. Hogyha felfogod, ugye, mert a külső és a belső az üzen egymásnak, hogyha filozófusként el tudod fogadni, hogy a külső anyagi természet az nem a forrása a létezésnek, hanem következménye, ez a filozófus, akkor jógiként mit fogsz kimondani? Tehát az már a gyakorló lelki ember, aki nem csak elmélkedik, hogy akkor világos, hogy a fizikai testem is következménye a lelkemnek. És innentől kezdve, ha ezt megértetted, tényleg másként kezdesz el élni. Vannak visszaesések, iszonyú az érzékek ereje, nem azt mondjuk, hogy pusztán az elméleti megértés megnyit előttünk minden, de döntően óriási változás. Ezt a két dolgot szeretném, hogyha ma este aztán megyünk tovább, megértenénk, hogy filozófusként megértjük, a megnyilvánult anyagi világegyetem nem lehet a forrása a létezésnek, csupán következménye. Emögött egy gigantikus tudat áll, amit magyarul úgy hívunk, hogy Isten. Ugye? Szanszkritul Isvara, vagy Brahman, vagy Abszolút,
És ugyanígy, ha magunk felé közeledünk, tehát a mikrokozmikus világot elemezzük, ez azért nagyon fontos, mert így lépünk belülre. Ha megértjük, hogy kívül így van, felfogjuk, hogy nem tudunk belépni abba a hatalmas gondolkodóba, akinek ez a természete. Gondoljuk csak el. Ez irreális. Tehát mi annak a lénynek a természetét nem tudjuk megérni, vagy átérezni, aki az egész kozmoszt megteremtette. De nem is kell, mert piciben ugyanazok vagyunk, tehát minőségileg egyek vagyunk a forrással, tehát a gyakorló lelki ember, akit joginak hívnak, vagy védantistának, az meg arra döbben rá, ha ez igaz a hatalmasban, akkor igaz a kicsiben is. Tehát az ember nevű lényben is kell egy olyan felsőrendű tudatnak jelen lennie, aminek a következménye az, amit egyébként emberként fel... Imádom ezt a témát, tükörben nézek mindig, ugye tükör által homályosan. Tehát voltak éppen a mi testünk, az csak torz vagy homályos tükröződése a lelkünknek, az eredeti tudatunknak. Az a pillanatnyi állapot, amire a vágyakozó ego pillanatnyira képes. Nem a lelket mutatja, az általában a szemünkön valami megvillan az igazi énünkből, de maguk a formánk, az életünk, minden, ami körülvesz és minden, ami mi vagyunk, az pillanatnyilag az önvaló és az ego közötti állomásoknak a kivetülése. Úgy is hívjuk, hogy vritti, elmemódosulat. Ugye, Patanjali nekiesik ennek a témának, hogy mit kezdjünk a... Tehát a, bár az Úr Krisna négyszer használja a Nirodha szót, ugyanúgy, mint Patanjali a Bhagavad Gita-ban. Tehát valahogy az illuzorikus kivetítéseket kéne megállítania az embernek. Jöjjön a következő kép. Egy még ijesztőbb, de gyönyörű témát akarok megnyitni, és erre még van idő reggel 6-ig. Ez pedig egy nagyon híres idézet a Csándógya Upanishadból. Mária néni kedvence volt a Szepes Máriával, sok nagyon szerette a védákat, úgyhogy hatalmas beszélgetéseket folytattunk. És egészen pontosan így hangzik az idézet. Esat vagy örökkévaló a legfinomabb lényeg. Ő maga a lélek, mindenek önvalója a teremtésben. Az igazság maga az átman, és most jön a miért, választhatom ezt a verszakot, és te is az vagy, ó Svétakétu. Tehát ez a tattvam aszi, ez világhírű lett a Csándógya Upanishadból. Az a lény, aki benned van, ezen a szinten legalább ugyanaz a lény, akinek a természete maga az egész kozmikus megnyilvánulás. Tehát nem akármi az ember innen nézve, hanem nyugodtan mondhatjuk, hogy a legfelsőbb isteni és a legelesettebb anyagi ad rendezvút egy létformában. Tehát hihetetlen kaland embernek lenni. Ténylegesen. Ezért ábrázolják úgy, hogy Visnu kék bőrrel, négy karral, hogyha most nem vallásosan nézzük. Ugye az önvaló, aki használja az elme négy eszközét, négy karja van, a citta, manasz, buddhi és ahamkár, el lehetne mondani másként is az attribútumokból. Tehát az örökkévaló lélek és sárga mindig a ruha, a halálban, a mulandóban, a sarirában. Érdekes, hogy a sárga és a sarira a magyar meg a szanszkrit nyelv. Azért sárga a ruha, mert az a halálnak a színe, a védikus felfogás szerint. Ha földet dobunk a tűzbe, azt mondják, akkor sárga színnel lobban fel a lángja. Tehát az a halálnak, az elmúlásnak a színe. Vagyis kezdetben Visnu, mint eredendő purusa, vagy első férfi, az összes önvalónak vagy léleknek a kiárasztója jelent meg személyesen a durva fizikai anyagban. És ez a szimbólum, hogy az ember feletti, a tökéletes, az örökké való rendezvút ad a fizikai testben. Óriási kaland. Tehát voltak éppen az ember nevű lényben akarja kidolgozni magát az Isten. Az emberben az ember fel, önmagát keresi az emberben. Az a kaland, ami bennünk zajlik a megvilágosodásért, számára akkor is izgalmas, amikor teljesen elesettek vagyunk, mert akkor is ő az élvező. Tehát ha valaki az anyagra veti magát, a lélek, aki a legfelsőbbet képviseli, információt hoz az evilági gyönyörről. Ő akkor is elégedett. Fura, de akkor is, amikor szenvedünk. Neki ezek begyűjtött információk. Nehéz ezt szavakkal jobban elmondani. A változás az akkor következik be, amikor valami az értelmünkben megmozdul a visszafelé vezető úton, és akkor kitárja ezt a négy kart. És elkezdi jelezni, hogy na jó, van, látom, hogy elég volt. Még a Biblia is mond ilyet homályosan, hogy ne maradjon az én lelkem mindig az emberben, emlékeztek az Ószövetségben? Ezért legyen életének hossza 100 év vagy 120 év, már régen olvastam. Tehát minden nagy vallás tartalmazza, hogy ő sem gondolja komolyan, hogy végleg itt maradjunk ebben az akármilyen mulandó meg halandó rendszerben. De azért emeljük ki a témát, valami fantasztikus dolog, hogy
hogy minőségileg ugyanaz a lény, ugyanaz a szatcsitánanda, tehát örök léttel, tudatossággal és üdvösséggel teli lény van jelen az emberben, mint akinek természeteként megnyilvánul az egész anyagi univerzum. Tehát a Vedanta, mondtuk pár hónappal ezelőtt, hogy az első páda olyan, mintha mondjuk festők lennénk, vagy festőművészek, és ugye fölfeszítjük a vásznat, emlékeztek a hasonlatra, és beavatjuk. Tehát még nem a részleteknél tartunk, tehát kérek is tőletek türelmet, egyszerűen feldobja sorban a témákat ez a hatalmas mű, hogy mivel foglalkozunk, de aztán majd haladunk előre, akkor minden egyes téma a helyére kerül, úgyhogy el lehet érni. Tehát ez a különben nem maradt volna fönn ez a könyv. Összefoglalva, ha azt a fogalmat használod magadra, hogy önvaló vagy átman, akkor mi az, amit most tudhatunk azonnal, ez csak tudatos lényre lehet igaz. Tehát nem anyagra, nem mulandóra, nem pusztulóra. Egy olyan lényről kaptunk információt, akinek a fő természete, hogy tudattermészetű. Tehát semmi köze az anyaghoz, így sem a keletkezéshez, sem az elmúláshoz. Ez azért fontos, mert kiegyenesíti a tudatosságodat. Egy nyugalmat hoz létre, hogy te a mulandóban valójában állandó vagy. Vége az ember idegességet. Nem eszed meg a nagyvárosi idegességet. Nem kell rohannod sehová, és nem maradhatsz le semmiről. Nem tudom, hogy ezt elhiszi-e valaki itt Budapesten. De ténylegesen ez az izgatottság, ami a mohó életéhségből, magából, a vágyból származik, hogy gyorsan eljutni innen, oda, élvezni, megszerezni, kidolgozni, stb. Ahogy az ember ezt elkezdi megérteni, nincs hová rohannia. Nem azt jelenti, hogy tétlen lesz, hanem szabadon eldönti, mikor aktív és mikor tétlen. Ha tétlen, valójában a szellemébe húzódik vissza. Tudnunk kell, hogy az igazi aktivitás az teremtést jelent, vagy mágiát, és nem tetteket. Hát ez egy bonyolult téma. Tehát egy fejlett szinten lévő léleknek nem kell cselekednie ahhoz, hogy a dolgai a valóságba lendüljenek. Ezért jó áldást kérni tőlük. Tehát a legjobb módszer egy cél elérésére az volt, még ilyen idős Gurudévben, hogy írtam neki egy levelet, hogy esetleg, hogyha méltóztatna, és a dolgok tényleg elindultak, mert egyetértek vele. Tehát másként hoznak létre dolgokat. Az anyag az engedelmes szolgálja egy olyan lénynek, aki ezen a szinten él. Ugye? Aki ezt nem érti, az elmegy dolgozni, és azt gondolja, hogy ha őrült keményen befekteti az energiát, akkor élvezett formájában kiveheti belőle, vagy valamilyen karriert hoz létre. És emiatt izgul és nyüzsög. Ugye? Aki megértette, amiről szó van, az állandóság tudományát, ahogy hívják, annak elkezd megbékülni az elméje, az érzésvilága, és nem kell rohannia sehová. A dolgok megvárják. Miért? Mert ő maga a dolog. Ezt próbálják ezek a nagyírások elmondani, hogy egy napon rájössz arra, hogy te vagy, aki keres, te vagy az is, amit keresnek, és te vagy az is, amit találsz. És ez bekövetkezik, ez egy nagyon érdekes jelent hoz létre. Ez érthető így? Nagyon, nagyon finom dolgok jöhet a következő kép. Nos tehát, amikor az átmant vagy az önvalót tárgyaljuk, de kozmikus értelemben is, akkor megállapíthatjuk róla, azért beszéltem ilyen sokat, hogy nirguna. Nir azt jelenti, hogy nincs vagy semmi. A guna pedig, beszéltünk arról, hogy van a három kötelő, a szatva, rajasz és a tamasz, hogy ezek guna. Magyarul gúnya, valójában öltözetet jelentett a szó eredetileg, amit a lélek magára ölt. Van köztünk szatvikus ember, ugye, aki a jóság vagy a transzcendencia fényébe öltözik, van szenvedélyes, az nem sok ül ebben a teremben, mert az már nem bírná, és van tudatlan, az sem jön ide. Most itt eszembe, tehát nem jó a példa, de lényeg az, hogy tényleg gúnák vagy gúnyák, beleöltözik mindenki abba a tudati energiába, ahová tartozik. Csak hogy a lélek, azért hívják nirgunának a hinduk, az azt jelenti, hogy egyetlen minőség sem jellemzi. Még a ragyogást is meghaladja. Miért? Mert ő a forrása a ragyogásnak. Ezért mondtuk, hogy a purusának, vagy az istenségnek, vagy a léleknek a fénye a brahmajyoti, a bőre, a határa. Tehát az, akiről most beszélünk, aki bennünk van, az mind a háromtól független. Független a szatvától is, független a szenvedélytől is, a rajasztól is, és független a tudatlanságtól is. Szatva, jóság, rajasz, szenvedély, tamasz, tudatlanság, ezek a minőségei vagy alkotóelemei a prakritinek, az anyagi természetnek. Tehát ugyanakkor az anyagi világban óvatosak vagyunk. Tehát attól függetlenül
egy tapasztalt mesternek is többször volt alkalmam nézni az életüket, az nem azt jelenti, hogy ostobán vagy felelőtlenül viselkednek. Tehát nagyon-nagyon tisztában kell lenni az anyagi világ felszereltségével és törvényeivel is. Tehát az anyagi világ is isteni ugyanis. És a testi értelemben be kell tartanod a játékszabályokat. Mondjunk erre példát. Például megvilágosodtam, tehát mostantól azt ehetek szegény testemmel, amit akarok. És akkor mi van a betegséggel, meg a problémákkal, ugye? Tehát ez, attól még az ember használja a természetes eszét. Megvilágosodtam, tehát soha többé nem pihenek, vagy nem alszom, értitek? Tehát nem így van. Hát az ember az elmét és a testét óvatosan, egészségesen tartja, betartja ennek a világnak az alapszabályát, aminek a lényege, hogy ez a három hatalmas energia folyamatosan örvénylik benne. Találkozol a barátoddal hétfőn, és extázisvel 5 percet eltölteni. Összefutsz vele kedden, kicsit már remeg a léc, mert egyre izgatottabb. Igazából nem is figyel rád. Találkozol vele szerdán, ugyanaz az ember, és zokog, sír, kimerült, rosszkedvű és öngyilkossági rohamai vannak. Miért? Mert aki nem világosodott, meg nem is érti, hogy szanaszét tépi az idegeinket, ez az örvénylő energia. Az nem úgy van, hogy egymástól függetlenül külön áramolnak, hanem egyszerre vannak jelen. Nem tudom, hogy érzitek-e a példát, hogy minden ok nélkül a hét egyik napja fantasztikus, vagy egy hosszabb időszak olyan nyugodt, olyan békés, olyan jól mennek a dolgok, semmi hibát nem követtél el. Összeszólalsz a szólalkozol a társaddal, megbotlasz a lépcső, minden olyan hülyén sikerül, stb. Majd néhány nap múlva reggel azon gondolkozol, minek kezd el a napot? Egyáltalán minek élünk? És ez ugyanazzal az emberrel történik. Tehát egyszerű szavakkal próbálom leírni, hogy hihetetlen módon ki vagyunk szolgálta. A hangulat az ennek a három kötőerőnek a következménye. Tehát oda kell eljutni az embernek, hogy annyira szilárd az értelme a lelkéből kiinduló módon, hogy mindegy, hogy derű veszik körül, mindegy, hogy túl sok mozgás veszik körül, vagy mindegy, hogy ostobaság vagy tunyaság veszi körül, akkor is megőrzi ezt a belső szellemi állandóságot. Tehát ki kell bírnia, el kell viselnie a külvilág nyomását, és amit most mondtunk, az a pszichológiai jellemzője az anyagi világnak. Egyszer megtréfált minket Nárayan Maharaj, az első tanítómesterem, és azt mondta, hogy tegye fel a kezét, aki azért végzi a folyamatot, mert úgy szeretne élni, hogy ne legyen többé problémája. Hát 40-ből 42-en föltettük, erre azt mondta, garantálom, hogy mindenkinek marad problémája még a megvilágosodás után, és ez hihetetlen, és nem értettük. És vigyázat, az elme és a test az folyamatosan ki van téve ennek a közegnek. Tehát öreg mesterek megbetegszenek, kórházba járnak, ugye sokan mondják, hogy de hát ha ilyen tökéletes, akkor miért vannak fizikai problémái? Mert az ez a világ. A testünknek a szülő anyja az anyagi természet. Az elménk, az idegrendszerünk az ebből a világból származik. Elviseljük őket. Uralkodunk fölötte, de a fájdalom az fájdalom. Néha vannak ilyen őrült történetek, hogy Jézus nem érezte meg ilyen a szögeket, meg ilyesmit. Úristen! Tehát ne tévedjünk nagyot. Az egyik részünk, mindaddig, amíg létez, mindig ki lesz szolgáltatva ennek. Csak el tudják viselni. Ugye évekig volt nagyon nagy beteg, nem kiadni akarom, de rendkívüli példamutatást éreztem ebben az idős mesterünk, ugye Govinda Maharaj. Úgyhogy az utolsó látogatáskor már ez a berendezés volt az órában, tudjátok, ami oxigénnel ellátja. Tulajdonképpen haldoklott. És akkor is mindig a kis fotelját kihozatta, és ott volt, és volt, hogy nem bírt már megszólalni. És egyszerűen csak keftelve nézegetett bennünket. Látható volt, hogy uralja a testét és a fájdalmakat. De a fizikai teste már egy szóra nem volt alkalmas. Egy pohár víz felemelése lehetetlen volt. Hihetetlen, megdöbbentő tanulság volt, hogy valaki jajongás, kínlódás és magába gubózás helyett, ahogy az ember szorongani szokott, egyszerűen gondolta, hogy hát legalább úgy rendelkezésre állok, hogy tényleg eljöttek ebből a távoli országba, kijövök eléjük. Tudod, ez óriási. Öcsém, direkt megfogadtuk, hogy sose lesz ugyanaz a mesterünk, bár egyszerre kezdtük a jogát. És meséli, hogy 103 évesen távozott el a mestere. Ezt talán elmondtam legutóbb is. És közölte egyik nap este, hogy holnap 11-kor eltávozom, mert már nem bírom összetartani a testem meg a lelkem. Tartott egy leckét reggel, és 11-kor ott hagyta a testét. Az öcsének teljesen elképesztő állapotba kerültek. Szóval ez kicsit más, mint egy kórházi elfekvő meg ilyenek. Hát ezeket azért szeretném így fölvillantani, hogy el lehet jutni abba az állapotba, ahol tűrnöd kell a fizikai test minden késztetését és megpróbáltatását, de már tudod, hogy nem vagy azonos vele.
De amíg emberi testben vagyunk, addig minden fájdalom, minden betegség, ugyanúgy jönnek a vágyak, meg az ingerek. Hát attól a szem, tehát gondoljuk végig, attól, hogy megöregszünk, tegyük fel valamikor, attól még a vágy nem öregszik meg. Hát nehogy azt gondolja, hogy egy idősödő férfi az nem vonzódik a nőkhöz. Hát erre találták fel a tévét. Hogy valami legyen. Hogy és a vágy az nem a testben él, hanem az elmében. Az meg egy asztrális dolog. Úgyhogy mindig egy felsőbbrendű energia tartja féken az evilági késztetéseket. Nem túl van rajta, hanem úgy van túl rajta, hogy féken tudja tartani egy felsőbbrendű energiával. Szóval embernek lenni nagyon nehéz. Ekkor ő az univerzum fenntartása, megteremtése és megsemmisítése érdekében, tehát Hari első szereplő, Vishnu így inkább jobban is, Virinci, Brahma, Hara, tehát Shiva néven alakot öltött. A három istenség közül Vishnu a végső üdvösség adományozója, akinek teste a szatva, vagyis a jóság maga. Ezeket elmondtam a saját szavaimmal. Tudom, hogy ismétlés, de fogadjuk el, hogy képzeljünk el egy ókori mestert, aki a tökéletesség birtokában van, a számítógép, és különböző adatrögzítő berendezések nélkül. Mit tud csinálni? Szimbólumokat és mitológiát alkot. Így van? Abban a reményben, hogy egyszer, ahogy belül haladunk, dekódolni tudjuk az üzeneteket. Tehát voltak éppen Vishnuban, Brahmában és Shivában tetten érhetjük a bennünk mozgó energiákat, a külvilágban mozgó energiákat, az ő valóságukat, és ténylegesen lépésről lépésre fejlődhetünk általuk. Jött a következő kép. A tűzifa jobb a földnél, a füst jobb a fánál, a tűz pedig még ennél is jobb, mert összekapcsol a védákban leírt áldozati tettekkel. Egyszerűbben a tudatlanságnál, a tamasznál jobb a rajasz vagy szenvedély, ám a szatva vagy jóság minősége a legjobb, mert általa megvalósítható a legfelsőbb létező, a Brahman. Jöhet ez a Brahman. Amikor a Brahman a legtökéletesebb formában személyesen összefoglaltatik, azt Vishnuban tudjuk tetten érni, ez egy nagyon komoly és összetett filozófia, ami így hangzik. Ennél fogva minden mértékadó bölcs imádta a magasztos Vishnut, az anyagi érzékekkel felfoghatatlan legtisztább istenséget, a szatvaguna inkarnációját. Azok, akik követik őket, Muniknak hívják. Ők végül megszilárdulnak a végső üdvösségben. Ez a Bhagavata Purán, az egész verset a Muni szó miatt olvastam fel. Tudni, arról van szó, hogy egy-egy szóban meg lehet érteni, hogy miért pont ők ismerik fel. A Muni szó szerint azt jelenti, hogy hallgatag befelé fordult bölcs. Ugye még az angol, ugye, mute, ugye lehalkítani, elnémítani, még ott is lehet hallani, a szanszkritból jön nagy indogermán nyelveken keresztül. Olyan bölcs találja meg, aki hallgatag, nem cselekszik, nem beszél, hanem mit csinál? A kontemplációban él, tehát a szemlélődésben él, tehát belül látja meg a legfelsőbbet. Ez az igazi titka ennek a kategóriának. Jöhet a következő kép. Azt kéne megnéznünk, hogy milyen fokozatokon keresztül, remélem, hogy még maradt annyi energiánk, hogy tárgyalunk egy kicsit az élményekről, a valóságról, hogy ezt hogyan tapasztalhatod. Tehát az első kategóriát úgy hívjuk, hogy az ébrenlét vagy vaisvánara állapot. Minden egyes emberi tudati dimenziónak megvan az istensége, vagy transzcendens személyisége, vagy önvalója. És az ébrenlét, ami most már nagyon küzd ebben a teremben, ez a filozófiára figyelni este, nem? De jó, akkor az nem az az, akkor vagy még a tiéd még nem volt. Tehát aki nagyon fáradt, az most pontosan tudja, hogy miről beszélek. Tehát a vaisvanára személyiségünk, vagy önvalónk az, ami mindenáron ébren akar lenni. És ennek az a nehézsége, hogyha definiálni akarjuk ennek az önvalónak a funkcióját, ezt úgy is megragadhatjuk, mint az az önvaló, ami az érzéki gyönyörrel köt össze bennünket. Vagyis az éber állapotot az ember csak akkor tudja élvezni, ha történik vele valami. Ez követhető így. Komoly szintet kell elérnie az embernek ahhoz, hogy ne aludjon el egy ilyen estén, mert ha csak ez az önvalója fejlett, akkor azt fogja tapasztalni, hogy képtelen fenntartani a figyelmét, mert az eseménytelenség az kiborítja őt. Így van? Tehát nem a névstadion töltjük meg Vedanta Sutra estekkel egy darabig, mert egy óriási, egész országra hangzó horkolást tudnánk előidézni. Tehát ez tényleg. Tehát figyeljük meg, hogy ez az önvaló, az éber önvaló, ez tényleg abban motivált, hogy valamilyen gyönyörhöz vagy kielégüléshez jusson. Ideges, frusztrált és zavarodott
hogyha ez nem történik meg. Ezért, hogy ne őrüljön meg, átvált, minden este átvált egy másik önvalóra az emberi személyiség, ezt úgy hívjuk, hogy taijasa állapot, ahol álmában megadhatja magának azt a mentális kielégülést, amit az éber önvaló nem bírt elérni. Ez a mi kis hazugságunknak a titka. Hogy mindenki a vágyai szerint akar élni, vagy morális, vagy karmikus okok miatt nem tud kielégülni azon a szinten, amin szeretne, és ezért van az alvás. Nem igazából a fáradtság miatt van, mert igazából az asztrálsík nem fáradt. A test persze fáradt, ezt el lehet ismerni, de valójában be kell esnie a tudatnak az álom fázisába, ahol kárpótoljuk magunkat. Na most, amit nem tud a halandó ember, én se tudtam nagyon sokáig, hogy az álomban is anyaggal dolgozunk, csak nem durva fizikaival. Tehát most nagyon egyszerű, épp úgy megcsinálod a vajas kenyeret magadnak álmodban, és akkor még más hasonlatot nem ismerek mondani, értitek a problémát, és azt gondoljuk, hogy nincsen következménye. Ha valaki rutinos álmodó, azt, ha most magába figyel, észreveheti, hogy akár évtizedek óta álmodja ugyanazt. Hogy legalábbis évek óta visszatérő álmai vannak, fontos tudni, hogy ott él ez az önvaló. Az ugyanolyan valóság, és ugyanolyan megtisztítandó dimenzió, mint az ébrenlét. Most a vallások ott vannak zavarban, hogy azt gondolják, hogy ha az éber pillanatban morálisan fedhetetlen vagyok, akkor elértem a lelkiségem célját. A Vedanta azt mondja, hogy hát ez nem egészen így van, mert ha elemzem az álmaimat, akkor látható mi, hogy a vágyaim nem tisztultak meg, vagyis nem tartok őszintén a lelki célom felé. Tehát tanulni kell, szolgálni kell, valamit csinálni kell, mert a belső, mélyebb dimenzióban lévő átalakulás az nem indult el. Azt a drámát, ami a kettő között feszül, úgy tudjuk megérteni, hogy az ébrenlét az a manasznak és a buddhinak a küzdelme, tehát az alacsonyabb rendű információ szerző elmének és az értelemnek a küzdelme, az álom világ azonban a csittához, az őstudathoz vagy tudattalanhoz kapcsolódik. Mérhetetlen mennyiségű adatot tárol, ezeket úgy hívjuk, hogy szamszkára, ugye fájdalom és gyönyör minták, ahogy lehunjuk a szemünket, ők kedvesen bekapcsolnak, és ugyanúgy foglalkoztatnak álmunkba bennünket, mint ébren, de legalább a fizikai testünk regenerálódhat. Ha valaki nem tud aludni, az azt jelzi, hogy olyan erős benne az evilági vágy, hogy mindig ébren akar lenni, mert állandóan cselekedni szeretne, hogy kielégüljön. Tehát mindenki, tudjátok, hogy hányan nem tudnak aludni? Nagyon nagy, az egész nyugati civilizáció álmatlanságban szenved, mert minden áron ki akarja használni az ébrenléti ego adta élvezeti lehetőségeket. Tehát a nyugtalanság az izgatottság okozza, hogy nem alszunk. Tehát ez már egy komoly szint. Nagyon érdekes, hogy a taijasa kapcsolódik a szó a fényhez, de nem a megvilágosodás értelmében, még egyszer mondom, hanem mint molekulák, mint építőkövek, fényből, az asztrálsík elemeiből építjük fel borzasztóan gyorsan az élvezetnek a területeit. Hercegek vagyunk, futballvilágbajnokok, tűzoltók, vadakat terelő juhászok, nem mondjunk semmi, szóval mindenki tudja. Nagyon komoly akaraterő kell ahhoz, hogy az álomjógát elkezd, és azt mondd, hogy fut, ezen túl szeretnél jutni. És az ott dől el, hogy megértettük-e, hogy mi a szándékunk az életünkkel. Ha valaki meggyőzte magát, és ez senki nem tud helyetted meggyőződésre jutni, akkor az álom is elkezd feltisztulni. Ha nem, akkor nincs mit tenni, vagy a dühöngés, vagy kéj, vagy valamilyen sztorik formájában van egy jó módszer is, álmod mindig ugyanazt, csak valami ártatlant. Tehát nagyon klasszul el lehet aludni, ha fáradt vagy kimerült, hogy mindig ugyanazt álmodod. Annyira unja a szegény elme, hogy föladja. Ez a meditáció egyik jó módszere. Tehát én 25 éve alkalmazok egy unalmas rendszert, aminek az a lényege, hogy oldalt fordulok, és bevetítem az elmémnek az ébrenlét és az álom határán ezt a képet, akárhol el tudok emiatt aludni, mert már tudja, hogy Úristen. És akkor az a feladata, hogy kötelező feszülten figyelni ezeket a részleteket. Annyira unja, úgy elege van, hogy már csúszom is az álomtalan mély alvás fázisába, ahol semmire sem emlékszem, tehát teljes öntudatlanságot eredményez, és itt történnek a jó dolgok. Ezt hívják pragyának, para-gyána. A semmi a legfelsőbb tudás érdekes módon,
Vegyük sorba, erre maradt még időnk, hogy miért. Itt egyértelműen izgága vagyok és érzéki, az egész felszíni élet erről szól. Nem is érdemes ragozni. Az álomról bőven beszéltünk, de itt valami csodálatos dolog történik. Az álomtalan mély alvásban azt jelenti, hogy a két legdurvább anyagot átszeltük. Ugye kívül fizikailag távolodunk a kéjtől és a dütől meg a kapzsiságtól, ugye kámakrot halopha. Finom fizikai síkon áttörünk az alváson is. Nem akarunk kompenzálni. Ez miről üzen? Kezdünk tényleg boldogok lenni. Hogy mondjuk, hogy úgy alszik, mint egy csecsemő. Nem így mondják az anyukák? Olyan ártatlan, nem? Mint egy gyermek. És az a fantasztikus, hogy az ártatlanság jellemzi a gyermeket, nincsenek alvás gondjai. De olyan lazán és szétterülve alszik, hogy azt soha nem fogjuk tudni utánozni. De igen, ha a nemes céljainkkal minden szinten azonosultunk, az eredmény, hogy érkezik egy ilyen fázis, könnyű és tiszta az álom, nincsenek benne nehéz, vágyteli vagy gyűlölkedő gondolatok és kompenzációk, gyorsan átszeli az ember, hasonlattal élve, és akkor mégis eljutunk autózéig valahová, minket több önvaló burkol be, vagy személyiség. Ugye az éber, az a fizikai test, a tudatunk kijön belőle, ugye legalább alszunk. Ha az álméletből is, az álmokkal zavart éjszakából ki tudunk jönni, akkor az asztráltestből is kivonjuk a tudatunkat. Vagyis igaz, hogy még csak alszunk, de ha nem álmodtál semmit, ha kipihenten klasszul, az azt jelenti, hogy az evilági tudatod megközelítette a lelkedet. Azért nem emlékszel semmire, mert ő csak sugároz. Neki nincs mondani valója, valójában ő te vagy. És az egész meditációs technika abból indult ki, hogy ezen gondolkoztak el az ember esetében, hogy megtanítani az embernek, hogy belép ide, de nem alszik el. És itt áll meg a buddhizmus. Ez a sunyata, a semmi, az üresség. És fenntartja, csak jön egy következő kategória, úgy is hívjuk, hogy turiá vagy negyedik, hogy nem vonunk be se fizikai, se finom fizikai élményt. Nincsenek vágyak, nincsenek asztrális képzeleti keveredések, hanem mit tapasztalunk? Tiszta tudatosságban jelen. Hát majd innen folytatjuk, mert ezt hívjuk, hogy ánandamaja kósa. Már a lelket megközelíteni is azt jelenti, hogy boldogságban van részünk. Azt mondják az öreg indiai mesterek, hogy elkezd a szemünkön, az egész személyiségünkön valami fajta sugárzás, valami eddig nem tapasztalt életerő megjelenni belülről. Nem azt hozza el a boldogságot, meg az ideiglenes nyugalmat, hasonlót, hogy elértünk valamit, ami birtokolható vagy élvezhető, hanem valami igen mélyről hírt ad magából. Egyébként tényleg mondják azt, hogyha de most őszintén, nem ironikusan, hogy találkozunk egy kellemes emberrel, és utána beszélgetünk róla, nem, és akkor azt mondjuk egy tudósról, hogy ez tényleg ragyogó személyiség, vagy megnézünk egy operát, vagy azt mondjuk, hogy ez hihetetlen. És igaz, hogy egy művészi élmény volt, de ott is ugyanaz a típusú extázis jelenik meg, hogy valami olyat alkot abban az időszakban, hogy lebilincseli a hallgatóságot. Olyan. Na ez állandósul az emberben, tényleg extatikus élmény indul ebből a dimenzióból, ahogy a lélek átsugározza ezeket a burkolatokat. Tehát röviden, ahogy próbál minket tanítani az élet, hogy kijössz a testiségből minden éjszaka, meghaladod ezeket a zavaros, vágyakozó, kompenzáló álmokat, megérkezel a békességbe, ez a pragyá, és igazán a tudás, az vágytalanságot, békességet, csöndet jelent. Ezért kapta ezt a nevet, hogy pragyá, vagyis paramagyána. A legfelsőbb tudás szenvedés nélküli, sóvárgás nélküli, békés, belső tudatosságban tartózkodni. Nagyon érdekes, hogy itt indulnak el a kegyelmek. Az igazi észlelés, mert ebben a csendben, ebben a békességben lép elő az önvaló. És később maga az Isten vagy a legfelsőbb. Hát a Vedantából most idáig jutottunk, hadd mondjam el nektek, hogy másfél év alatt 10 sort vettünk. Ez az első rész, első fejezetének 10. sora volt, ahova eljutottunk. Tehát remélem, hogy együtt megyünk majd abba a dimenzióba, így folytatjuk, de közben tényleg kérdezik. Köszönöm szépen egész évben megtisztelő figyelmeteket, és hát majd innen folytatjuk a következő alkalommal.